answers. But now, science has opened the door to the unknown. Szevasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket a képernyők előtt, illetve a monitorok előtt. Itt van velem Azmo és Giger. Szevasztok. Hello. És, üdv. Csak. És elvileg a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni. Dinnyére sört. Igen. Csak ezt láttam meg a csetten, bocsánat. Hát, ez most megzavart. Igen, a mesterséges intelligencia. Ez egy nehéz kérdés, főleg amikor még a sajátunkat sem tudjuk megtalálni. Borzasztó érdekes témának ígérkezik ez, hogy létezik vajon, és miért nem? Hogy vajon van-e értelme, és hogy mennyire fog ebbe belepusztulni az emberiség. Nekem ezek a kérdéseim. Jézus várjál, egyből ilyen durván. Nézd, én e-medias reszbe vagyok, tehát Da Vinci után szabadon. Nem, az a lényeg, az igazság, hogy az AI az egy nagyon szép dolog, csak ha logikusan gondolkodik, tehát logikával gondolkodunk, akkor az emberiségnek pusztulnia kell, mert teljesen logikátlan lény. Tehát abszolút kárt okoz, tehát hogy nem érzi, én szerintem egy AI azt mondaná, hogy ez mi.
És így... Én pont ezt akartam levezetni, csak ez egy... Sokkal hosszabban tudom. De akkor levezetem még a... Hát jó, még most kezdtük, még most kezdtük, úgyhogy meg. Egyből így egyből lecsapunk a lecsóba. Jó, ne haragudj, bocsánat, igen, állj. Állj. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg, de csak egy picit próbáljuk meg ezt az egészet. Egy hangyányit már így a leges-leges legelején. Tehát nem pálcát törni felette, hanem a pozitív oldalát így megvillantani. Tehát tudtok-e olyat mondani, olyan dolgokat, ami körülvesznek titeket, és mesterséges intelligencia, és pozitív, segítik az életeteket? Ez lenne egy az első. Mesterséges intelligencia, hát mit értesz? Uh-huh. Jelenleg nem igazán létezik a mesterséges intelligencia. Jó, tudod, hogy mire gondol? Nem a totál AI-ra, hanem a részleges AI-ra, amivel működnek a keresőmotorok. Automatonra gondolom. Azaz. Így van. Tehát hát, ezekre gondolok. Hát ki sem mondom, már pálcát tör felette. Oké. Ne, alapvetően vannak nagyon jó motorok. Figyelj, hogy most egy kicsit ettől eltérően, de például ott van ugye a Google, YouTube, Facebook. Ezeknek a nagy összes... Mi van? Semmi néztem, hogy mit írt. Már megint mi van? Mondanám, nem hogy barátnő, de még nem találták. Folytasson. Szóval, hogy összességében megnézzük ezt a hármast, ugye mindig megy, ezek a szemetek, hallod, nézik az adataimat, na meg mocskos szem, mocskos. Na most alapvetően induljunk ki abból, hogyha azt vizsgáljuk, hogy ezek a motorok tényleg vizsgálják azt, hogy te mit írsz, mit ízés, hogy abból próbálják kitalálni, hogy neked mi az ízlésed, és mire van szükséged. Ha belegondolunk, ez egy jó dolog. Csak a probléma az, hogy emberek szerintem beher, ez sem feltétlenül igaz. Oké, van egy szint, ami nem a mi szintünk, és nem az utolsó embert. Na most ez megint egy másik téma, bocsánat, nem megyek előre. Tehát ugye ott van az a szint, hogy ugye beszélgetsz valakivel, hogy mosógép, és megjelennek a mosógép reklámok. Na most, ha belegondolsz, ugye egyből jön a mai PC világnak, hogy a jogaim, ki érdekelnek a jogaid, az interneten vagy, és segíteni próbál egy rendszer neked abban, hogy te mosógépet találhass. Nem vett el se a pénzedet, nem ölt meg, nem kényszerített semmire. Így is lehet vizsgálni ezt a kérdést. A másik dolog az, hogy ő miért nézi azt, hogy én nem kell néznie, ki letörlöd magad, és nem lépsz az internetre. Szóval ez egy érdekes dolog, de én azt mondom, hogy szerintem a hasznos keresőmotorok szerintem jó dolog. A hashtagelés, mert ugye ez is egy intelligens, ez is egy AI, egy részleges AI. Szerintem ezek jó dolgok. Ennyi. Abszolút. Ha belegondoltok, ott vannak például az intelligens autók, amiről az utóbbi időben, ha jól tudom, rengeteg rémhír terjeng, hogy elütöttek gyerekeket, mit tudom én, csomó ilyen volt mostanában. Megy a igen. Viszont abba gondoljatok bele, hogy ha valaki például mondjuk azt mondaná nektek, hogy intelligens autóba ülj innentől kezdve, de van ráhatásod a dologra, akkor tulajdonképpen a két intelligencia, tehát a tiéd, meg a gépé gyakorlatilag, amit felülbírálhatsz, az összeadódik. Tehát akkor valójában ez egy sokkal biztonságosabb vállalkozás, hogyha meg akarsz tenni, mint 400 kilométer. Erre pont tudok egy példát mondani, de előtte gyorsan felolvasom törőnek, semmi intelligencia nincs abban, képet elemezés, egyezést keres az előre megírt algoritmus. Szerintem az algoritmus is intelligent, már bocs, tehát nekem az egy alapszintű AI. Már most, most vitatkozhatunk persze szavakon, de azért, mert ez egy algoritmus, miért szerinted az AI-t miből írják? Vagy miből készül majd el, nem kódsorokból, meg algoritmusokból? Vagy, tehát, hogy szerintem ez az tavakon lovaglás szerintem turai, tehát no offense, én ezt gondolom. Példának meg visszatérve az autóhoz, kedves barátom kapott céges autót, egy vadi új 5-ös BMW-t, ez olyan a cucc, ő nem hitt el, hogy miket művel. De most komolyan, tehát ez a megy, és az autó csak így leáll vészfékkel, és az Isten van, és így néz mindenfelé, sehol semmi, de bazd meg, ott volt egy ekkora kiálló lófasz, amiben neki ment volna, akkor durdefektet kap, de semmi nem látszódott, érted? Tehát, hogy így mondta, hogy azért, ha ez a kocsi azt mondja, hogy gond van, akkor gond van. Akkor nincs az, hogy menjél már, és így folyamatosan megállt az autó, érted? Tehát, hogy így mondta, hogy hülye vagy paraszt, ne menjél, mert belemész abba a szarba. És egy csomó ilyen van, az intelligens reflektor. Jön az autó, és a radarja kiméri, hogy hol jön szembe az autó, és lekapcsolja a reflektort, és így kitakarja neki, bazdmeg. Tehát, hogy szerintem ezek kurva jó dolgok. Csak most nyilván ez a mi biztonságos mélem, ezek még a már részletkérdések, de úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan AI van, ez is olyan, ami nagyon sokat segíthet. Nyilván nem veszi át, és nem veszi el a döntést a kezedből, mert szerintem arra még nem alkalmas, de nagyon sokat segíthet. Kényelmi funkcióként szolgálhat. Hát az igazi AI akkor fog előjönni, amikor nem csak feldolgozza az adatot, és az alapján hoz egy fix döntést, hanem amikor már érvelni is fog. A gép döntése mellett. Mert most ilyen például van egy fix beállítás, hogy nem tudom, akadályon szembe, akkor az érv az, hogy megállsz, kész. Ennyi. Tehát ugye ez egy teljesen zárt pálya.
Ez is igen, nagyon sokan gondolják az azt. Lényegében azt fogja mondani neked, amikor beszállsz és megadod neked a célkoordinátet, és akkor az AI-nak az igazi érve akkor fog kijönni, amikor azt fogja mondani, hogy figyelj, elmegyünk nem tudom Balatonra, és akkor azt fogja neked mondani, hogy figyelj, ne Fehérvár felé menjünk, hanem az M7-esen, hanem megyünk el. Hát a Vazeap is ilyen most például, de hát az is így működik, ez is egy intelligencia. Oké, azt mondjuk, most ugye leírta, igen, Mr. Shadow, hogy annyi, hogy az igazi AI nem lesz determinisztikus, ami az algoritmus egyik jellemzője. Oké, igen, tehát hogy persze, de érted, tehát hogy na, most rendben, van ebben ráció, egyetértek, de az is igaz, hogy amit csak egy vagyok, az csá, én már csak így vagyok, nem tudom, hogy nevezzem röviden, mert még hosszú kimondani. Kéknek hívja. Kék, jó. Szóval a kék azt mondta, hogy röviden és tömören szerintem még nem vagyunk a mesterséges intelligenciára készen. És az maximálisan egyetértek, főleg azért, mert a saját gondolkodásunk sem olyan felvilágosult és kultúrát, és képes arra, hogy ne önző személyiségként, tehát az AI megszületéséhez az kell, hogy az emberiség tisztában legyen azzal, hogy vannak globális érdekei az emberiségnek önmagának, és úgy érzem, hogy mindig nagyon szanaszét van, és össze, azért van ennyi háború is, tehát mindenki üldözi a pénzt, fegyverek, pénz, orvosság, gyógyszer, és az AI-hoz szerintem rohadtul nem állunk készen. Tehát, hogy én ezt egyetértek, és ez ilyen lehet. Én ebben nem hiszek, bocsánat. Mit szólnátok az, hogyha mondjuk az AI teremtené meg úgymond a globális békét? Egyrészt, másrészt meg hogy kiírt ki az embereket, igen. Tehát ugye hozna egy olyan döntést, egy AI, amit mondjuk rákötnek az izére, hogy betáltálnak egy végtelen mennyiségű adatot, mondjuk hogy néz ki a Föld jelenleg is, közölni az AI, hogy akkor a, nem tudom, az ipari termelés 95%-át ezt kell állítani. A probléma az, hogy nem történik meg, itt érdekekről van szó, tehát az AI hiába mondja meg, most is tudjuk AI nélkül, hogy mit kéne csinálunk, de nem tesszük meg. Nincs rákényszerítve. Mi lenne akkor, hogyha egy városnak a vízrendszerére kötnénk rá egy AI-t, és azt mondja neki, hogy figyelj, itt vannak az érzékelők mindenhova, és akkor így vezéreld a vízrendszert. És egyszer csak mondjuk Kaliforniában, mondjuk ez megtörténne Los Angelesben, és úgy döntene az AI, hogy akkor nem lesznek a házaknak medencéi. Persze. Mert nem ad vizet a medencé. Bazarlása érte mennyiségű vízzel medencéket feltölteni, aztán azokat bevegyszerezni, miközben a, mit tudom, mondjuk Afrikában abszolút szomjazás van, és közölni az AI, hogy akkor, mit tudom, én x szektor vizet meg fogunk közölni. Pontosan, és így közli az AI, hogy ennyi. Igen, Joy, a világ jelenlegi része meg olyan szinten hozzászokott úgymond a kényelemhez, hogy erre azt mondaná, hogy akkor basszus itt az AI-t azonnal. Mert én most nagyon cézni akarok, mert nem tudom, pontosan, tehát az emberek nem állnak kész. A bajciaim átjönnek, és most rohadtul rendszerzni akarunk, és tanár úr, az olyan, hogy már rendszerzni, az meg. Én ebben amúgy abszolút nem hiszek, hogy nem áll kész rá az emberiség. Tehát szerintem nem lesz olyan állapot, hogyha most előre megyünk, mit tudom én, 15 évet, vagy akár 20 évet. Nem hiszem el, hogy lesz olyan állapot, amikor majd azt tudjuk mondani, hogy na most már készen áll az emberiségre. Tehát ez egy hosszú tanuló folyamat lesz. Ebben biztos vagyok, amíg itt szépen rétegesen beépül az életünkbe, és elkezdjük elfogadni, mert azért ennek van olyan vetülete is, hogy például, jó, teszem azt, a Google-be működő algoritmus, azt elfogadja az emberiség, már működik, tudjuk, hogy van, használjuk, stb. Tök jó. Nem, viszont egy ilyen sebészkés alá például, ami egy ilyesfajta intelligenciával működik, mert mondjuk az a feladata ennek az egész eszköznek, hogy téged meggyógyítson, és elvégezzen egy sebészeti beavatkozást, na, ott már azért szerintem sok embernek kérdés, ez is egy, hogy mennyire folyamat, merne alá fekni a késnek. Rengeteg ilyet használnak most is, lézeres és egyéb AI irányított dolgokat, csak benne van az emberi beavatkozás, igen, tehát azt elengedni, de ez a félelemből fakad, az ember nem áll készen, mert fél attól, hogy olyan döntést hoz, ami neki nem tetszik, ezt írta is itt valaki, bocsánat, attól nem, igen, ott van Mr. Smith írja, sokan szeretnék irányítani mert félnek attól, hogy olyat tesz, ami neki nem megfelel. Ez teljesen igaz, de gyorsan vissza akarom olvasni, el fogom felejteni, Joey írt, hogy ki lehet jelenteni, hogy nem vagyunk készen? Nem, én nem jelentem ki, ez a véleményem. Tehát ez nem feltétlenül jelenti ezt, most majd erről érvelünk, bocsánat, vegyétek. Igen, nem gondolom, hogy ez úgy történ, hogy egyik pillanatról a másikra. Tehát biztos vagyok benne, hogy lesz átmenet.
Tehát, hogy az emberek kezdik elfogadni, látják, hogy működik. Tehát biztos, hogy egy ilyen dolgon fog keresztül menni. A másik meg, hogy biztos vagyok abba is, hogyha ezeket a dolgokat, amik tényleg, mit tudom én, akár emberéletek felett döntenek, különböző algoritmusok vagy mesterséges intelligencia, el fogják látni különböző security layerekkel. Milyen? Hát ez most is létezik, tanár úr. Hát jó, oké, csak most mit tudom én, most mondok neked valamit, ami még teljesen mindegy, valami, ami még nincsen automatizálva, és mondjuk emberéletek százai függnek tőle. Most nem feltétlenül a repülőgép irányításról beszélek, mert ott már ugye, pedig az is, tudom, ez működik. Nem tudsz összeütközni, igen. Tehát az összeütközés rendszer az abszolút automata, semmi ember, nem tud összeütközni két gép. Így van. Ez jó, is. Akkor, igen. Az igen. Nagyon nagy kihívás inkább, hogy összeütközzünk két gép. Igen, nem tud, de ő elirányít. Lesznek lehetőségek. A folyosót, aztán ennyi, tehát mondtam, repülnek maguktan. Tehát tuti fix, hogy lesznek lehetőségek, amikor közbe tud szólni. Közbe tud szólni az egyén, hogy hoppá basszus, ez itt... De most nem az AI-ról beszélsz, ne haragudj, hogy közbevágok. Az AI-nak te nem szólsz közbe. Neki saját tudata van, és ő nem azt mondja, de most ezt miért? És ő érvelést fog elvárni, és nem azt mondja, hogy te megmondod neki, ez nem egy gomb lesz. Az AI azt mondja neked, hogy figyelj, de ezt nem értek egyet ezzel, és ő nem fog úgy, tehát nem lehet irányítani, pont ez a lényeg, legalábbis embereket is lehet irányítani, oké, de érted, tehát most is léteznek már ezek, amikről beszélsz. Figyelj, én nem régiben néztem egy beszélgetést, ezelőtt körülbelül olyan 4 hónappal egy valamilyen Jacobson nevezető figurával, és ő mesterséges intelligencia kutató. Uh-huh. Nem véletlenül ötlött föl ez a téma amúgy. Uh-huh. És ő azt mondta, hogy ezekbe tehát olyan nincsen, ami teljesen önálló. Tehát lehetetlen egyelőre, még nem tartunk ott, de ami már működik és fejlett, azokban vannak ilyen léjerek. Én erre gondoltam. Túlságosan kellnek attól olyan döntést hoznám, hogy mondjuk az emberiség kiirtásával, ez a véglet, de Mr. Shutdown is írja, tanárul valóban sosem lesz olyan, hogy az emberiség készen áll rá, előbb meg kell jelennie, aztán hozzászoknunk, alakulunk. Igaza van abban, hogy nincs AI. Ezek a részleges AI-k, meg Gadget is írja, tanárul érvelése érdekes, mivel egy AI valószínű a többség érvelését nézné, mi pedig egyénekben gondolkozunk, és egészen képtelenek vagyunk nagyobb csoportokban gondolkozni. Na most akkor itt megállnék egy pillanatra megint, hogy AI valószínűleg többség érvelését nézné. Miért nézné az AI a többség érvelését? Te nézed a többség érvelését? Vagy mondjuk a pápa nézi, most mondtam valamit. Nem, mert ugye ő sok ember ér, van, aki önző ember, az nem néz. Mert ugye abban a pillanatban, hogy többség érvelését nézzük, akkor rögtön politikust kell teremtettünk, és nem mesterséges intelligenciát, akinek döntéseket kéne hozni a tényezők után. De ez, hogy miért venne figyelembe bármit? Gadget, ezt most én kérdezem. A többség érdeké, mi? A többség érdekét akar lenni. Ja. Mi van? Úgy, mert igen. Ezt nem értem. Biztos. Ilyen városmenedzsment AI-ra gondolja, ahol a többségnek az érdeke lesz, úgy van az AI szem előtt. Megismétlem, az AI-nak nincs, tehát az AI nem, tehát miért foglalkozna azzal, hogy nekik miért jó? Megint felteszem a kérdést. Értsétek meg, amit kérdezek. Tehát ugye, van egy AI, és ott vannak emberek, akik szolgáznak. Miért kéne, hogy velük foglalkozzon? Mondjuk 10 ember van, aki túlélt egy világkatasztrófát. És azt nézi az AI mondjuk, hogy ebből hány képes szaporodni, és mondjuk a 10-ből csak 3, és lehet, hogy úgy dönt, hogy oké, azt a 3-at menti meg egy szituációban mondjuk. Nem feltétlen, nem biztos, hogy többségi érdekeket fog nézni. De ezt mondom, hogy miért döntene bárki érdeket, mi alapján dönt? A többségi érdeke, hogy az a szaporodó képes. Mi alapján? Nézzük, azt se tudjuk, hogy az AI-nak mi a baseline-ja. Most ezt így bocs, hogy angolul mondom, de hirtelen nem tudok ezt, hogy... Tehát nincs baseline. Honnan tudjuk, mi az AI baseline-ja? Mit szeretne az AI? Boldog lenni? Mit szeretne az AI? A bolygót termékeny? Mit szeretne az AI? Az emberiséget felvirágoztatni? Mit szeretne az AI? Szeretne még több AI-t? Mit szeretne az AI, hogy kapjunk levegőt? Mert ha azt szeretné, hogy minden a bogár legyen, akkor megöli az összes pókot. Tehát, hogy itt ugye nem látjuk a baseline. Nekem ezért nem tudom, hogy az AI mit akarhat. Szerintem pont ez a szitu, hogy és ettől félünk. A gép nem tudja kitalálni, és nem hiszem, hogy ez lehetséges lesz valamikor. Dehogy nem. Hát miért? Mi kitudtuk? Hát de miért? Mi mik vagyunk? Hát, mi is kitaláltunk egy baseline, de Joey írja is, hogy ez baromi jó kérdés, hogy miénket tudjuk csak. Így van, próbáljuk a saját gondolatainkat, és érveinket, és vágyainkat, és
akaratunkat ráerőltetni még egy beszélgetésben is, hogy az AI mit akarhat. Fogalmunk nincs, mit akarhat az AI. Én így látom. Én ezt érzem. Hogy akkor fogod megtudni, amikor így eléd áll, és azt mondja, hogy... Nem csak önfenntartás, hanem önreprodukció is az, ember, az embernek is, ugye ez a célja, az önreprodukció. És az önfenntartás ugye a túlélés. De ez az emberiség. Igen, de ez az emberiség. Az AI az nem... Pont ezt mondtam összesen, hogyha magunk képére alkotjuk meg, majd a kérdés az, hogy milyen formájuk mi. Ez az, hogy nem mi meg esetleg lesz olyan, aki képes erre, hogy megcsinálja, ami én ebben a világban bármit elképzelek, olyan agyak vannak, hogy megőrülök, egyének. Az emberi agyat szerintem sose tudjuk lemásolni. Ezt én sem hiszem, mert egyszerűen még azt se tudjuk, hogy a 90%-a hogy működik, tehát vagy 80, vagy nem tudjuk használni, inkább így mondom. De nagyon nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy meg lesz ennek a feltalálása, és akkor így szembe fog jönni egy olyan, hogy hoppá. És ez az a hoppá, amire szerintem csak találgatni lehet, hogy mi a hoppá. Joey-nek a kérdés egyébként érdekes, hogy ami tudatalattink arra túlélésre van programozva, ugye önfenntartásra ilyesmi. Igen, viszont neki? Egy robot kérdésében, vagy egy szintetikus agynak a kérdésében áll, a fenntartása az igazából abban merül ki, hogy energia legyen, az kész. Én nem tudom egyébként. Most, hogyha olyan erőforrásra kötjük rá, ami lényegében permanens, akkor számára a létezés az egy ilyen végtelen türelmi játék lesz például. Igen, hát neki ő ráér, neki nincs izéje, biológiai vekkere. Tehát ő azt mondja, hogy hát majd az első 2-3 millió évben kiderül. Hát, mi van, hogyha mondjuk reprodukálni akarja magát, vagy sokszorosít, vagy egyre nagyobb legyen. Hát akkor csinálni fogja. Na igen, csak ez meg hát, kicsit hasonlít az emberiséghez, és már bocsi a hasonlatért, de ez kicsit olyan, mint a rákos sejt. Tehát... Na jó, de akkor mi is azok vagyunk. Tud erőforrás hiányában, ennek a bolygónak. Tehát erőforrás hiányában túlnőni a gazdatást. Tehát az a probléma egyébként, én ott is azt látom, hogy én nem ismerem én most tényleg abszolút a kútfejemben, hogy nem értek hozzá matematikát, tehát nem, én csak elgondolkodom azon, hogy emberek csinálnak egy AI-t, és hogy vajon most ők AI-t akarnak csinálni, vagy az emberiség kivetülését szeretnék gondolkodó géppé tenni. Tehát, hogy érted? Tehát ők most ténylegesen akarnak egy AI-t, aki ő kitalálja, hogy azzal a hihetetlen számolási mennyiséggel és hihetetlen gyorsasággal, amire ő képes, hogy megalkosson egy fajt, mert ez egy faj, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt. Egy mesterséges intelligencia, vagy mindenki próbálják ráerőltetni, hogy legyenek azért emberi értékei, legyenek érzései. Hogy programozunk? Tehát mi alapján? Milyen baseline-ok alapján programozunk be? Hogy én azt nem tudom jelenleg, hogy a mesterséges intelligencia vajon tényleg mesterséges intelligencia? Vagy egy ilyen mesterséges intelligenciácska, amit igazándiból az ember képére alkotunk. Ez is egy ilyen. Mert nem tudjuk, hogy Gabor, de hogy fejleszthet... Mire írta a 42-t? Miben volt ez, hogy a végső az válasz? Életértelme. Ja, nem jutott eszembe. Már párszor leírták, igen, tudjuk. Igen. Előbb-utóbb az AI is teremteni fog, ami értelemszerűen majd ellene fordul, ez a teremtő teremtett örök szabálya. És ez kitalálta ki ezt a szabály, Jesus the Christ? Most vicces, ha te nevedet kérdezem ezt. De érted? Kitalálta ki ezt a szabályt? De most ezt komolyan kérdezem. Az AI miért kéne, hogy ezt betartsa? Ez egy nettó baromság, mert például a hangyabolynál, tehát nem fordulnak a királynő ellen. Igen. A darázs, vagy méhek, az is fordulnak a királynő ellen. Hát ez egy ilyen emberi kreténség, mert meg akarnak magyarázni szociális viselkedéseket, hogy már pedig a fiú az apja ellen fog fordulni, meg ilyenek. Miért fordulna? Az ősközösségek sem gyilkolták le egymás, különben nem tartanánk itt. Igen, Tura is kérdezi, miért teremtelen? De miért? Hallhat, miért kéne teremtenie? Mi alapján? Nem magunkból induljunk ki. Miért akarna ő bármit is teremteni? Igen, baromi nehéz ugye elvonatkoztatni. Igen, mert próbálok én is. A doboztól, amiben ugye igen, vagyunk. Amiben élünk. Nem csak itt a műsorban, hanem hogy így, na, értitek. Tehát... Hát már megtudjuk, hogy mit fog csinálni, akkor megteremtjük. Már megéljük. Lehet, hogy mi már nem fogjuk. Nem tudom. Igen, és az utóbbi 30 év brutál sebességgel fejlődött, de most stagnálunk. Nem tudom, mi lesz a következő. Ugye, ha jól tudom, akkor 2040... 40-valahányra teszik a technológiai szingularitásnak a... Segítsetek egy picit? Mi? Nem tudom, miről beszél. Nézzük valaki? Inkább több mondatban mond, és akkor nyilván kapcsolunk, hogy mire gondolsz. Biztos vagyok benne, hogy közületek ezzel kapcsolatban néhányan értesültek, de hogyha most csak úgy az érdekesség kedvéért beírom, hogy technológiai szingularitás.
Hűha. Én bonyolult szavakat, ilyen későn én már nem értem. Erről volt szó, hogy gyakorlatilag, tehát értve ez alatt, mint technológiai szingularitás, hogy olyan szintre fejlődik gyakorlatilag minden az emberi tudományt illetően, hogy értve ez alatt megnöveljük, kitoljuk tulajdonképpen az átlag életkorunkat, mert olyan szintű orvosi kezelésekben veszünk részt, akkor a környezetünk gyakorlatilag megváltozik olyan szempontból, hogy lesz elegendő erőforrás, stb., mert majd kiváltja valami, és ez Gigének amúgy megjegyzem kedvenc témája, kőola és mikor fogy el, és egyáltalán. És gyakorlatilag olyan szintre fejlődik minden, de segítsetek közben a chatem, mert nem tudom még, hogy jövök ki ebből a mondatból. Szóval a technológiai szingularitásra gondoltam. Köszi, forgass bennem a kést, köszi. Azt mondja, hogy egy tudományos, fantasztikus irodalomból származik ez, igazából jövőkutatással kapcsolatos, és azt a lehetséges jövőbeli eseményt, amikor az ember feletti intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a társadalmi változások felgyorsulnak, olyan módon és sebességgel változtatva meg a környezetet, amit a szingularitás előtt élők képtelenek felfogni, vagy megbízhatóan megjósolni. Na, ezt találtam itt nagy hirtelen a technológiai szingularitás. Az a baj, hogy a végére elvehetettem az elejét, ne arra, úgy kicsit le vagyok fáradva. Tehát magyarul a fejlődés olyan... Hogy fordítsam le? Biztos vagyok benne, hogy érthető, tehát még egyszer várjál. Lehet, hogy én nem figyeltem, ne haragudj. Na. Igen. Szingularitás. Tudományos fantasztikus irodalomban, amikor az ember feletti intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a társadalmi változások felgyorsulnak olyan módon és sebességgel változtatva meg a környezetet, amit a szingularitás előtt élők képtelnek felfogni, vagy megbízhatóan megjósolni. Igen, ahogy írja Mr. Shutdown, és bocsáss meg, igen, most mértem, a szingularitás az a pont, igen, amiben nincs megállás. Hát a szingularitás a fekete lyuknál is ott, na mindegy. Igen. Na, szóval, hogy... Tehát arra szerzel, hogy a kutatás már az MI fogja oly mértékben felgyorsítani. Ebben igazság van, ha megjelenik az AI, ontani fogja magából a különböző olyan dolgokat, amit csak álmolunk, és pepörni. Például egy ilyen rettenetesen nagy példával, ilyen profánabb példával, hogy mindenki megértse, hogy mondjuk ma mondjuk olyan betont akarunk létrehozni egy AI segítségével, ami mondjuk egyszeresen köti meg a vizet, amit gyorsabban köt meg. Ja. Ezáltal itt nem kell locsolni például, mert ugye vízhiány lép fel, és akkor ezt fogjuk megoldani. És akkor ez csak az AI réte, az egy olyan betont, ami mondjuk még ennél mondjuk 10-szer szilárdabb. Ja. Nem lesz kompatibilitás, ez jó, nem lesz kompatibilitás a két egymást követő generáció között. Igen, ez jó. Basszus, ez mennyire igaz. Hát igen. Ez jó, Durandru, igen. Abszolút igaz. És már most érezzük ennek a visszásságát. Kérdezi, aki már nem Bristolba ér, hogy amikor arról beszélünk, hogy miért egyes számban beszélünk róla. Nem lehet, hogy amikor a technológia készen áll, akkor lesz több egymástól függetlenül létező entitás, amik egymástól független téziseket képviselnek, mint ahogy mi emberek is mind önálló individuumok vagyunk. Teljesen igaza van, és örülök, hogy ezt felhoztad. Így van. Mindig arról beszélünk, hogy az AI. És igaza van, ott is lehet 10 fél. Nem pontra kialakulna, úgymond az AI-ból egy. Mi van? Érted, mire gondolok. Gépi kódban nem beszélek. Mi van? Úgymond a cloud meg hasonló rendszerek miatt, igen, egy idő után az AI-k úgymond olyan mértékben összekeverednének, hogy azok is unifikálódnának, úgymond, hiszen a szállítási műveleteik végén mindig ugyanaz lenne az eredmény. Ugye, mert ugyanaz lenne, és emiatt kiegyenlítődik a rendszer. Érted, mire gondolok? Mert ugye a Matrixban is voltak különböző, hogy emlékszel, volt a mérnök, a tervező, meg volt a másik, meg az, meg amaz, aki mindennel foglalkozott és csinált dolgokat, ettől még ugyanaz az AI, nem ugyanaz volt, mert ugye nem ugyanaz volt, aminek saját gondolatai voltak. Tehát alapvetően egyetértek azzal, hogy nem egyes szám, vagy nem egyes szám harmadik szemébe kell beszélnünk, hogy ő az AI, hanem hogy lehetnek többen is. Jó, de azért a beszélgetés miatt engedd meg nekünk, légy szíves, hogy így hivatkozzunk rá, mert így sokkal egyszerűbb. Ja, persze, csak jó, hogy felhoztál. Én a mászefektes megoldásra gondoltam egyébként például, ahol ugye végtelen mennyiségű AI-t rendelkezésre a izékbe,
akarjának ellen, úgymond. És hát ugye az volt, hogy ők ugye alapvetően diskuráltak egymással, hogy a különböző platformok. Építész, jó van már. A különböző platformok voltak ugye a getek, amik ugye alapvetően egymással kommunikáltak, és mindig ugye a nódokon keresztül mindig egymással számítási műveteket osztottak meg, és a végeredmény mindig ugyanaz lett, amit a konklúzió mindig ugyanaz lett. Most írja, Turai, az elérhető statisztika minta véges. Valószínűleg mindegyik ugyanazt számolná ki. Itt nincs személyiség. Pontosan. De az AI-nak miért ne lehetne? Na most miért ne lehetne neki személyisége? Én is tudom, hogy én is tudom meg, hogy dohányozni nem jó, és város, mégis dohányzom. Akkor most, most azt mondod meg, hogy az AI, mert most ilyen döntése van, néha hozzá plusz egyet, hogy más eredménye jön ki, mondjuk a harmadik AI-nál. Figyelj, igazság mindig egy van, mégis megy a vita és a háborúzás. Egyébként akkor ugye ez az eredmény, hogy akkor így mondjuk tudomásul veszi az AI, hogy mondjuk az egyik egyenlet vége egy, a másik meg nulla, és akkor mondjuk diszkrétán közli, hogy akkor most legyen inkább kettő. Mert mondjuk nem. Mi van, hogyha intervallumokba gondolkodik, amik különböző változóktól függenek? Tehát tudja, hogy mit tudom én, el lehet menni, most mondtam valamit 1-től 10-ig, és az még egy optimális variáció, és az egy harmadik tényezőtől függ. Na aztán ebbe belebonyolódhatunk ám, basszus. Viszont... De a számítási műveletek végén akkor is egy lesz az eredmény, mind jó. A kettőnek, akármennyi úton indítod el őket, maximum csak azért tudod úgy alapvetően megvonni. Tudod megvonni őket, ami alapján ők a számítási műveletek végére érnek el. Tehát mondjuk azt mondod, hogy A, B, C, D, E paraméter, és abból mondjuk az egyes, ami megkapja az A, B, C, D-t, a kettes, ami megkapja a BCD-et. Jó, nyugodjál egy kicsit. Várj, kiszámolom, várj, nyitok egy időt. Jó, számoljad ki. Türei volt, írni fogok egy troll AI-t, ami mindig elszámol mindent. Van ilyen Türei, úgy hívják PUBG. Tudod? Tehát az, na, hát így, az végül is. Minden vissza. Kazu írja egyébként. Igen, Kazu írja egyébként, ez technológiai limit egyébként, amivel küzdünk. Kazu írja egyébként, mert a logika nem követeli meg a személyiség létét. Ezt én értem, de még egyszer megkérdezem, hogy miért te lehetne az AI-nak? Miért gondoljátok, hogy az AI egy kibaszott másodfokú egyenlet, bazd meg? Miért lehetne az AI-nak? Akkor kérdezzük meg azt, hogy akkor az AI-t, mint hűvös logikát, tehát a hűvös számító logikát képzeljük el, vagy pedig az erkölcsösebb AI-t, aki mondjuk nem csak kiszámol és közli, hogy ez az eredmény, hanem mondjuk érvel is mellette, hogy mondjuk miért kéne mondjuk... És etikailag nem biztos, hogy ez a jó döntés, mert nem örülnének az emberek neki, és lehet, hogy szomorúak lennének. Most mondtam valamit. Én azt látom egyébként, hogy mindenki matematikával érvel az AI mellett. Én értem, hogy az AI-nak a lényege matematikára épül, de hogyha az AI felébred, akkor miért gondoljátok, hogy csak azt fogja mondani, hogy 5 meg 5 az 10? Tehát, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy 9, és fél óra múlva közli, hogy átcsesztelek. Tehát most értette, és akkor röhög egyet. Amit viszont Bél mond, akkor viszont lényegében megjelenik a kódsorban az érdek képviselet. Ami azt jelenti, hogy akkor meg viszont akkor az AI beáll zászlók alá. Na most ez várjál, ott van Gábor, ami haragjutok, a Google AI-ja is fasiszta lett, most ez nyilván túl az. Le is állították. Állj! Miért vetít rá az ember valamit, egy olyan rendszerre, ami logikusan dönt arról, hogy ennek így kéne lennie, mert ez a normális. Egy csoport kitalálja, hogy ez így fasiszta. Ez a tipikus PC dolog, hogy valamire rámondják, ez nem elfogadott társadalminak. Pedig az a jó döntés, de azért rámondják, és most nyilván nem gyűjkoljuk meg embereket, nem erre gondolok, hanem mindent... Egy valamit felejtettem azon, csak hogy folytsam a szót, az meg pedig az, hogy most jelenleg a technológiának a sötét korát érjük, amikor a technológiát nem arra használjuk, amire alapvetően kurvára jó lenne. Gondolok itt például arra, hogy megszültük az Instagramtól kezdve a Facebookot és ezt a hasonló fos tömeget, amelyen a világot most jelenleg így, hát így a pusztulás felé sodorja igen, igen gyorsan és egy gyorsuló tempóban. De nem tényleg kérdez a témára, csak hogy megkíméltiteket. És momentán ebből a világból akarnánk kiszülni valami olyat, ami alapvetően mondjuk akár megoldás jelenthetne a következő világra. Már most ugye jelen pillanatban tény és való, hogy az gyerekeink és az unokáink energiaforrásait használjuk fel arra, hogy Instagramra fotókat tegyünk fel például. Az előbbit még annyival kiegészíteném, tehát hogy mennyire nem matekba gondolkodjatok feltétlen. Tehát nemrégiben olvastam egy cikket, azt hiszem talán a HVG-n volt, vagy hol a francban, nem tudom, gőzöm nincsen. De mesterséges intelligenciával játszottak társasjátékot. Direkt erre fejlesztették, és tulajdonképpen a mesterséges intelligencia az csalt a játékba.
De úgy csalt, hogy alig vették észre azok, akik fejlesztették. Tehát érted, ott társasozott velük, és közben csalt. Tehát nem mindig a matekból induljatok. Ezt mondom. Hát erre reflektáltam, azért. Pont azért. Csak egyetértek veled. Most állítottak, hogy nyerni a karáns paramétert, vagy... Hát lehetséges, igen. Szóval csinálj. Ez megint az jön elő, az a kérdés jön elő, hogy akkor milyen alapján paraméterezzük be. Mert hogyha értelemszerűen azt mondjuk, hogy nem tudom, oldja meg a világ problémáit bármi áron, és akkor lehet, hogy közülvedünk, hogy akkor figyeljetek srácok, 2 hét múlva készen állok arra, hogy megalkossam a tökéletes diktatúrát, és én leszek a diktátor. És ott fogunk állni, hogy úristen, ez náci, bazd meg. Igen. És 2 hét múlva elhozza a tökéletes diktatúrát, amiben egyébként megszűnik a nélkülözés, és megszűnik a minden olyan probléma, ami alapvetően mondjuk a jelen pillanatban az emberiségre vár. Na most én azért kíváncsi lennék de a nézőkre, hogy ti egy ilyenhez mit szólnátok? Tehát egy totalitárius diktatúra, ahol gyakorlatilag minden erőforrás adott lenne, mindenkinek joga lenne nagyon sok mindenhez, és ez lenne a legtökéletesebb nem, gyakorlatilag. Nem lenne joga, nem. Megszűnik a jogrendszer, mert az AI dönt. Az emberek alkalmatlanok erre. Értsétek már meg, fel fognak lázadni, és el fogják törölni. Képtelenek rá, hogy... Ezért mondom, hogy mondjuk a tudósok megalkotják az AI-t, és az AI megközli, hogy akkor mondjuk szükségem lenne mondjuk Kínában, mit tudom én, Európában 6-8-10 X mennyiségű automatikus gyárra, én ott azt csinálok, amit akarok, és 2 hét múlva bevezetem a tökéletes diktatúrát. Mm. És onnantól kezdve ugye bármilyen döntést kell hozni, az AI instant meghozza azt a döntést, miért? Azért, mert a végtelen mennyiségű processing lehetősége megvan rá. Tehát, hogyha neked most, mit tudom én, kiállsz a házad elé a tökéletes diktatúrában, amit az AI hozott létre, kiállsz a házad elé, és azt gondolkodsz, hogy most balra vagy jobbra indulja, meghozza a döntést helyetted. Előbb mondtad, hogy az emberek erre alkalmatlanok. Tehát tulajdonképpen tehát az individuum, tehát az egyén által, tehát emberről beszélünk, mint egyén, ember által létrehozott diktatúrára alkalmatlanok. De mi van, hogyha mindenki azt mondja, hogy jó, oké, beadom a derekamat, legyen így. Mert, de ilyen nincs, ez utópia, ez vicc. Hát, de ilyen nincs. Oké, de hát abban nem tudunk megegyezni, meg hogy ne öljük egymást. Hát, miből gondolod, hogy abban meg tudunk egyezni, hogy legyen egy fasz a rendszer, ami megmondja, hogy mi legyen. Én nekem nem mondja meg senki. Hogy nő vagy férfi akarok-e lenni a kurva életben, én férfiként ki akarom hordani a gyereket szatyhorba. Hát bazd meg. Hát ilyen a világunk. Na most ezt komolyan gondolod, hogy ezért mondom, hogy a technológiának a sötét korát nyilván nem. Momentán. És hát ezért mondom, hogy például emiatt a nettó alkalmatlan volt, amit a Google csinált, hogy akkor ráengedte a Twitterre, hogy akkor hello tanuljával az-e. Tehát a technológia sötét korából sötét dolgok fognak előbukkanni, tehát ezért mondom, hogy most jelenleg, hogyha valamit össze akarunk hozni, akkor semmiképpen sem szabad ilyen rendszerekre engedni bármit is. Mert olyan konklúziókat fog hozni, amit tényleg az, hogy akkor lényegében akkor így mondjuk az USA lakosságainak, a USA lakosságainak 90%-át meg kéne ritkítani, mert hát alapvetően olyan mértékben túlfogyasztanak, hogy azt a föld már nem bírja el. Csak ott állnánk, hogy akkor oké, csak ki fogja ezt végrehajtani. És akkor amikor ez a kérdés fölmerül az AI-nak, akkor közli, hogy oké, akkor mondjuk német, a kínai, meg az X hadsereg egyesüljön össze, és ilyen. És kidolgozik komplet haditervet, és ott fogunk állni, hogy ez meg ezt is megoldotta, bassza meg. Megoldja, persze, hogy megoldja, de akkor is... Tehát a megoldásokat oly mennyiségben... Ez a szélsőség, amit sokan furán néznek rám, hogy hát, hogy az AI az nem pusztít, de a vége az lenne, hogy hozna logikus döntéseket, amit persze most az alapján gondolok, hogy én úgy gondolom, ergo, még mindig hozzáteszem, amit az elején beszéltünk, hogy fogalmunk, hogy milyen az AI. Próbáljuk a saját képünkre alkotni, valami hülye oknál fogva, de úgy gondolom, hogy hozna, most is megvannak a logikus döntések, srácok. Most is megvan az, hogy mit kéne, és mit nem kéne. Helyett mit csinálunk? Jó magasról! Széttárt farpofával szarunk rá. Tehát az emberiségre ez egy általánosan jelentő, hogy rengeteg olyan pontja van. Nem szarunk rá, nem. Dehogy nem. Nem, abszolút nem szarunk rá. Dehogy nem. Nagy vonalban szarunk rá, mert az önös érdekek a drive, érted? Tehát az a baj. Pontosan, az érdek miatt nem szarunk. Tehát szarunk rá, ugyanarról beszélünk, csak más szót használsz. Érdek. Milyen érdek? Szarunk rá, ugyanaz. Ne lovagoljunk már rajta, hogy hogy szarunk. Hát de pont most lovagolsz, teljesen ugyanazt jelenti. Magas érdek teszünk rá, hogy mit kéne csinálni. A konklúzió az, hogy igen, szarunk rá. Na, köszönöm. Hát ugyanazt mondjuk.
Vazzeg, most izé lovagunk. Na most már hárman szarunk rá, nem tudom, hát hogy fejlődhet ez még. 171, izé még szarjunk rá, vagy támogatjuk többen. Kell egy, figyelj, ha partnerek leszünk, az első a szarunk rá imót. Gyeretmehetes kula, aztán... Lesz Gige kula fejjel, Azmo kula fejjel, és Tanár úr kula fejjel. De vajon az AI vajon tud majd szarni? De hagyjuk gyerekek ezt a kaka elméleti vitát. Lépjünk túl ezen. A lényeg az az, hogy most is tudjuk, hogy mik a szabályok, és alapvetően, ha most a történelmet megnézitek, jött egy diktátor, és megmondta, hogy ez, az úgy nem jó, azt meglincseljük, és megyünk tovább. Hú, végre szabadság, demokrácia, hú, de megkaptuk. Az, persze, az, a tudat, hogy te azt hiszed, hogy azt kaptad meg. És ez a probléma, hogy alapvetően ugyanazzal elég, csak nyilván más köntösben. És igazándiból az a cirkuszt és kenyeret a népnek, a rómaiak ezt remekül kitalálták. De az ember szereti, hogyha vezetik. Tehát az emberek jelentős része inkább finomabban fogalmazza. Szereti, így van. Tehát például Arthur C. Clarke 1960-as években írogatta a könyveit, iszonyatosan jókat, ajánlom a figyelmetekbe, űrodű szelja, stb. Azt írta a csóka, azt hiszem olyan 2000-es éveknek az elején, hogy az emberek talán már teljes unalommal fognak szembenézni, ahol az élet legnagyobb problémája az lesz, igen, hogy több száz csatorna, tévécsatorna közül melyiket válassza. Na most ez gyakorlatilag olyan szinten valósult meg ebben a korban, tehát most. Na, szóval olyan szinten valósult meg korban. Manapság, hogy a csatornák megvannak, de a mesterséges intelligencia, amiről amúgy szólt a könyv, az még közel távol nem jár olyan cipőben, mint ahogy azt ugye a mester megálmodta. Tehát mi van, hogyha ezt az egészet túl koraira jósoljuk? Tehát, hogy én mondom, hogy nem áll készen. Tehát oké, csak itt például, amit néztem ebbe a beszélgetésbe, vagy interjúba, vagy nem is tudom, hogy mi volt ez konkrétan már, ott a 2040-es éveket jósolták körülbelül, hogy akkora fog ez a dolog valamilyen szinten. Én tudod, mit gondolok egyébként az emberiségről, és ez történelem során többször beigazolódott, és rengeteg film is foglalkozott ezzel, hogy kell valami brutálisan durva event ahhoz, hogy a fejéhez kapjon, hogy ó, kell egy kataklizma, amiben elpusztul 2-3 milliárd ember, nem ezt kívánom, mielőtt még ezt valaki kivágja, nem ezt kívánom, de ez, hogy ú, bazd meg, azért ez durva. És lehet szinkelni egy megoldást, ami akármi lehetne. De Durandru is azt mondja, lehet, hogy az AI egy hét gondolkodás után úgy fog dönteni, hogy épít egy faja űrhajót, és lelép a földről minket, meg itt hagy megrohadni. De ezt is megteheti. És akkor mi meg azon lamentálnak, hogy nem értjük a humorát. Nem feltétlen, egyszerűen csak beásta magát egy bunkerbe is közé, hogy az energiaforrás tesznek köszönte, és négyében egy ilyen... Alapvetően olyan energiaforrások vannak az űrben és az univerzumban, hogy miért kell neki a Föld? Tehát nem kell neki, mert ez is van valami. Tehát... idegenfaj támadása. Persze, de az idegenfajok az kiröhögnek minket. Miért támadnának meg? Hát ránéznek, és megoldják ezek maguk is. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy pont kell nekik valami, mondjuk a vízünk, mert azért van még egy-két fasz a helyi, ahol komoly víztartalékok vannak, például Magyarország alatt. Kopogtattok majd szürcsölni? Szóval itt nálunk nagyon sok van. Valakinek épp pont édes víz kell, akár az óceánok, rengeteg vízünk van, tehát az Isten se tudja, hogy mi lesz ebből. De én azt érzem, hogy az emberiség csak is kizárólag, kicsit olyanok, mint az egyének is, tudom, amikor kell egy nagy pofon, és azaz, jó esetben tanulsz belőle, hogy bazd meg, ez durva, ezt jó megszoptam, és most akkor tanuljunk ebből, és valahogy úgy érzem, az emberiség is így fog erre reagálni, vagy így fog dönteni, szerintem. Szeretném egy kicsit eltéríteni a beszélgetést, ha nem bánjátok. Ugye, most ugye beszélgettünk arról, hogy milyen lehet ez, tehát mint mesterséges intelligencia, hogy fog ez kinézni, milyen hatásai lesznek, stb. Viszont játsszunk el a gondolattal, hogy ez mondjuk készen van. Működik, most ne firtassuk, hogy milyen. Igen, jó. Mik az etikai kérdések, srácok? Mik azok az etikai kérdések, amik szóba jöhetnek? Tehát, hogy mi az, amivel adott esetben az emberiségnek mondjuk szembe kell néznie? Mik azok a dolgok, amik pozitívak, negatívak? Értitek, hogy miről gondolok? Tehát például most mondok egyet,
az emberek az automatizáció miatt elveszíthetik munkájukat. Ez azért lőtség. Ez is egy nagyon buta dolog, amit... Bocsáss meg, bocsáss meg. Mondjad már, baszd meg. Az automatizáció, mint olyan, direkt azért mondtam ezt, mert ez egy blőd példa. Mert hogyha nem automatizálnánk akár manapság sok mindent, akkor... akkor gyakorlatilag azokat az erőforrásokat, amik felszabadultak pont azért, mert automatizálva lettek bizonyos rendszerek, azokat elveszítenénk. Sőt, tovább megyek, még ma működő munkahelyek is megszűnnének, mert az automatizáció miatt nem lenne, az automatizáció hiánya miatt nem lenne rá szükség. Lehet, hogy kicsit ködösen fogalmazok. Ez lenne normális egyébként. Jó, csak nagyon sokan érvelnek azzal, hogy hú, majd elvesztem a munkámat, majd a gép megoldja helyettem. Tehát... Ez egyébként a jelen gazdasági berendezkedésnek a szűk látókörűségét hozza igen, maga igen, után. Igen, igen, igen. Egyébként a 40-es, azt a 40-es, 50-es években, amikor úgy viszonylag a világháborúban valamilyen szinten volt, egy valamilyen szinten építészeti, meg gazdasági fellendülés, akkor azt prognosztizálták, hogyha ilyen szintű lesz az automatizáció, a gyártás, a folyamatok ilyen szinten leegyszerűsödnek, akkor konkrétan az ember 2000-2010-es évek magasságára körülbelül napi 2 órát kell, hogy dolgozzon összesen, és akkor lényegében a teljes élet szükségetét lesz fedve. Na most ehelyett a jelen gazdasági berendezkedésünk azért, hogy ez neveket úgymond lekösse, létrehozott egy csomó fölösleges munkát. Gondoljátok bele, hogy a vállalatok milyen szinten tele vannak tömve teljesen nettó fölösleges emberi munkaerővel, ami lényegében így ott dolgozik egy csomó ember is. Lász is nézve, azon gondolkodsz, hogy most az meg te miért dolgozol. Azért, hogy értelemszerűen le legyen kötve. A gazdasági berendezkedés valamilyen szinten, ha azt mondanám, hogyha emmi lenne, akkor meghozta azt a végtelen bölcs döntést, hogy az embereknek a szabadidejét nem szabad, úgymond szabadjára engedni, mert valami bajt okoznak. És emiatt létrehozták úgymond a lekötő munkákat. Hát ha jól tudom, az évszázad eleje óta 50%-kal csökkent az az emberi munkavégzés, ami ugye század elején volt. Tehát tulajdonképpen a technikának köszönhetjük azt, hogy fele annyit kell tulajdonképpen dolgoznunk. Tehát mégis sokkal többet dolgozunk egyébként, mint amit mondjuk ezen szoktak egyébként röhögni azok, akiket úgy meg szoktam hallgatni, akik ugye világjártak, úgymond, mint egy kassaitó kezdve, stb. Azt mondják, hogy egy beduin sima srác a sivatagban napi 2 órát dolgozik összesen. Mi meg itt kotlunk 8-10 órákat a munkahelyünkön, és mégis viszonylag sokkal szarabbul élünk, mint ő. Tehát megbetegszünk, megdöglünk, rákosak veszünk, olyan betegségeket szerzünk össze. De más igényei is vannak. Azt hát tudja, igen. Mi az. Meg más komfortfokozatban is van. Azért nyilván én is föl tudnék menni a hegyre, azt szakállat növeszni, mert egy lógó pöccsen rohangázhatnék kint, az bogyó tehetnék. Tehát, a vizuális típus vagyok, ezt elképzeltem, mint a Ryan életében. Hát majd lesz videótartalom a YouTube-on, követhetitek youtube.com/, igen? Tudod, a Brian életében volt. Persze, arra gondoltam, szerinted mi vizualizálódott előttem. Kiugrok nagy szakállalukból, a rohadt életben 20 éve nem beszélek. Na, de most komolyan, tehát, hogy persze ezek mindig így idehozhatók, hogy most igen, élhetnék így is, úgy is, de nem fogunk. Miért akar? Nem akarok úgy élni. Nyilvánvaló, hogy nekem is megvannak az igényeim, meg az életvitelem. Tehát nem is streamelhetnénk, nem is beszélgethetnénk itt emberekkel, ha nem lenne áram. Nem lenne számítógép. Ha nem lenne, hogy mondjam. Trakán igazad van abban, amit írsz, de nem mindenki. A népség jelentős része, én azt gondolom, hogy ilyen, amit írsz. Viszont... Azért vannak rengetegen, akik azért keresnek maguknak kreatív foglalkozást. Tehát ahol úgy örülnék, ha sok gyökér az új accountok helyett inkább valami hasznosat csinál. Egyébként ez megint társadalmi berendezkedésnek a függvénye. Tehát, hogyha mondjuk az iskolarendszerünket nem arra építenénk, hogy szarrán fossá fusztálnánk a feltörekvő generációkat, akkor jó eséllyel nem lennének belőle tömeggyilkosok. Ez majd megint egy külön téma lesz, és akkor menjünk vissza az AI-hoz, jó? Mert a AIM-nál fogva foglak visszarángatni. Na, én mindig így csinálom, hogy csapongunk. Azon gondolkoztam közben, hogy még egy etikai problémát találtam így hirtelen, hogy az emberek
úgy érezhetik, hogy elvesztik a... Érezhetik? Nem, nem csak érezhetik. Elveszthetik a személyiségi jogaik egy részét, mondjuk akár. Gondoljatok. Az a baj, hogy így is sok van. Hát... Én ezt gondolom. Oké. Túl sok van, mert egyszerűen ez a én nekem te ne. Ebbe abszolút egyetértek amúgy. Értem én, hogy fél, hogy azt csinált, amit akar, és alapvetően mindent megtehet, csak ne. Tehát én zászlóval fogom ünnepelni az AI megérkezését, hogyha ilyet tesz. Szerintem, ha létrejön egy EMI ilyen téren, az első dolog az lesz, hogy amit lebont, az a jogrendszer lesz. Módszeresen le fogja bontani. Igen. Pontosan emiatt, hogy egyszerűen átnézi a jogrendszerünket, a végtelen hosszú passzusokat, amiben végtelen mennyiségű kiskapu van, és közölni fogja, hogy hát ez ennek a 95%-a egy fasság. És eldönti azt, hogy mi legyen, mi az optimális a jogrendszerben, vagy hogy néz neki. És olyan passzusokat sem is írtene meg, ami egyébként momentán emberek millióinak ad megélhetést azáltal, hogy másokat beperelhetnek. Tehát egy csomó srác, egyébként ezzel rögtön nem is tudom, ki mondta, de hallottam egy ilyen véleményt annak idején. Vagy befoltozza a jogrendszert. Nem, 50-60 éves emberek, akik ugye összeülnek, legyetek egy életet, és ugye havarok voltak mondjuk gyerekkorukban. Na várjál, egy ügyvéd. 50-60 éves emberek, akik legyetek egy életet, úgymond, és ugye valamilyen szinten közelednek a nyugdíj felé, és ugye újra összeülnek, ugye valamilyen szinten 10 éves koruk óta ismerik egymást. És abból általában a jogászoktól kezdve ezek az ilyen olyan munkákat rizd emberek, akikre úgymond nem igazán tud sztorizni. Tehát egész életében tömeggyilkosokat mentett meg mondjuk a villamosszék mellől, meg ilyesmi, az egy orvossal szemben nem igazán fog tudni leülni egy orvos, azt fogja tudni mondani, hogy figyelj, én megmentettem a nem tudom XYZ-t, és ott fog szorongani egy jogász, hogy én kiengedtettem a tömeggyilkost, aki miután visszajött a utcára, lényegében két órán belül meg. Jó, a jogászokat se ítéljük, így el, nem mindegyik csinálja. Nem, értelemszerűen most lehet, most nem ítéljük el. Nem feltétlenül a tömeggyilkost védő jogászokra kell gondolni, hanem amit tudom én a... Hát az Amcsikra, figyelj, az Amcsikra, ahol folyamatosan... Ahol gyakorlatilag délutáni program a tévébe, főműsoridőbe a Judy bírónő, és mindenki beperel mindenkit azért, mert belerakja a macskát a mikrohullámú sütőbe, és megnyeri a percet, mert nem volt ráírva. Tehát nem tudni, hogy ezzel hogyan írkoznának meg. Leérnek egy életet, ott állnak, és azon fognak gondolkodni, hogy én életem során egy ilyen nettó fasságot csináltam. Jesse Hu, na ez érdekes ez. Mr. Vendetti írta, ő jogász. Hogy optimális jogrendszer? LOL. A jogász mondja ezt, igen, ez mondjuk. Tehát lényegében én azt mondom, hogy az EMI, ha létrejönne, módszeresen létrehozna a rögtönítő bíróságot, aminek ő ülne a csúcsán. És itt meg lehetne kérdőjelezni? Nem. Ugye? Hiszen érvelne, pont ez a lényege. Tehát odaállsz elé, közled, hogy hát te azért csináltad, mert, és közölni fogja, hogy ez pontosan számításba vette, hogy te azért csináltad, mert. Igen. Tehát az érveid úgymond eltörpülnek. Tehát hiába fogod azt mondani, hogy hát így, hello, én nem tudom, gyerekkoromban akármit szenvedtem, és akkor ezért loptam el a nem tudom, a szomszédnének akármit csinált, és közölni fogja, hogy akkor egyrészt vigy vissza, és a szomszédnének, mit tudom én, tél is akárát energiaformájában. Figyelj, viszont most így elfantáziáltam erről a kvázi rögtönítélő és azonnal érvelő egyszemélyes bíróságról, tehát mint az AI. Ez tetszik. Na most amikor egy orvosi diagnózis felállításakor, egy orvosi szakértői rendszer ítéletére hagyatkozik, akkor kitehető felelőssé a diagnózis hibájáért például. Teszem azt, az AI úgy dönt, hogy most ez a helyes beavatkozás. És az orvos így jár el, kit tesznek felelőssé? Egy százalékos arányt szerintem, most nem tiszta AI-ról beszélünk, mert akkor megcsinál az AI, de hogyha azt a gépek kiírnák a százalékos, tehát hogy erre ennyi esély van, ő kiszámolja. Az van odaírva, hogy 73%, okay. És a doktor úgy dönt, az az ő döntése és az ő felelőssége. Na jó, de hát figyelj, hogy kiírja százalékosan. Közli a hozzátartozóval, vagy a beteggel, hogy gyerekek, ez van.
Uh-huh. Ne, jó, nem minden esetben lehet ezt megcsinálni, de az orvosok most is hoznak döntéseket szekundumok alatt. Világos. És nem tudnak megkérdezni mindenkit, és annyira sincs megoldva ez. Szóval bizonyos szinten még meg is zavarhatná őket. Figyelj, millisekundumok alatt nem hoz döntést. Nem tudsz, ugyanaz történik most is. Tehát egy orvos a képességeit, a tudását, egy van pedig, hogy nem teszem tudatát. Hozzá az volt meg se tanulta se, hogy az AI viszont olyan mennyiségű paraméterrel fog rendelkezni az egészségügyi állapotodról, amivel momentán egy orvos az körülbelül hónapokig fog pecselni egyébként. Tehát mondjuk azt ja, mondom, tehát most gondolj bele abba például, ott bemész egy töréssel, mondjuk egy bordatöréssel. Na most ahhoz, hogy egy bordatörés megnézzenek, hogy mi a picsád, de neked végig kell rongálni különböző olyan röntgeneken, hogy beszalsz. Na most világos. Ellenben viszont bemész a, nem tudom, az EMI rendelőbe, és egyszerűen átsétálsz egy röntgenfal előtt, és megmondja, mi van. Nem kell oda a nővérke, aki aztán mit bemondja, hogy figyelj, állj ide, állj oda, állj oda, amoda, és akkor gyorsan elbújik. Hát miért a skifi sorozatokban is ez van. Csak átsétált egy falon, és akkor megmondja az EMI, hogy ugye önnek nagyon úgy fest, hogy nem nagyon úgy fest, hanem önnek konkrétan a röntgenfelvétel alapján látszik, hogy a bal oldalsó bordájának a bal oldalsó hármasája van törve. Igen. A hőmérséklet, a testhőmérséklete túlságosan magas, mondjuk a lábfejénél, esetleg láza van, meg sik. Tehát egy olyan végtelenségű paramétert hozzáadnák, hogy beszalsz, érted. És instant, tehát nem az, hogy akkor nem tudom, ja, hát megszúrt az ujjamat, és akkor majd jövök vissza két. Igen, írja Mókus, hogy az egyház is üdvözli a gépeket az orvostudományban. Így van. De ők is azért világosodnak, tehát ők is már felvilágosultabbak, tehát nyilván tudják, hát, hogy gépek segítik az életben tartást. Igen, meg azért ezt az egyszerű példát például nem belátni, ez szerintem majdnem, hogy lehetetlen. Most képzeljétek el egy gépet, ami így működik. Kicsi, apró kis vágó, akármi, de nem kell benyúlni az orvosnak az egész kezével. Hát, hogyha mondjuk egy műtéti beavatkozás van éppen soron, és fölvágják a kedves beteget. Ugye nyilván a sebész ugye nagy lapát kezeivel ott matad bent, de egy ilyen gépnek kell, mit tudom én, 2 centi. Hát gyorsabban gyógyul, kisebb a fertőzés esélye, hadd ne soroljam még. Tehát rengeteg pozitív hozadéka van amúgy ennek. Hát miért ne támogatná akár az egyház? Hallottátok azt a sztorit, amikor egy robotorvos lehülyézte a professzort, mert baromságot diagnosztizált, és végül kiderült, hogy az AI-nak van igaza? Macigép, nem is van ezt a sztorit, de simán lehet. Nagyon sok esetben egyébként, és most félre ne értse egy orvos se, nagyon sok orvosnál nyilván azért sok fejébe szállt orvost ismerünk, aki, nem hibázhatok én olyan, ezekből szoktak lenni a problémák, mondjuk, hogy pont nem orvos, hanem mérnök, aki Csernobilt okozta, pont emiatt történt, hogy ez a én mindent tudok, na igen, tehát vannak ilyen szituációk, sajnos ez az emberi gyarlóság ott van mindig, hibázni igen lehet, mindig lehet, ezért nagyon is kemény és komoly hivatás az orvosi szakma, hogy nagyon nehéz lehet azért dolgokat, döntéseket hozni. Isten komplexusosság, igen, valahol ebben ilyen is van. Ezeket borzasztó nehéz kezelni. Igen, ez is ez olyan dolog, hogy most, igen, írta Durandru, hogy azért sétálnak az emberek az utcán, akiknek egy műtét során lehet, hogy pár százalék esélyük volt túlélni, és mégis azt egy AI megkukázta volna. Vannak faktorok, amiket a logika nem tud figyelembe venni, mert nem írható le számokkal. De mi még mindig úgy beszélünk az AI-ról, mint hogy matematikai művelet lenne, srácok. Én azt mondom pont, hogy az AI hozhat érzelmi és egyéb más döntéseket, hogy azt mondja, hogy figyeljenek, van esélye, próbáljuk meg, stb. Tehát ne csak matekba gondoljatok, szerintem se. De belegondolva, hogy beteg hozzátartozóját mi győzi meg jobban, egy AI, aki egy órán belül közli a diagnózist indoklással, kezeléssel, mindennel együtt, vagy egy több orvos, aki erre csak annyit tud mondani, hogy ha napokat, heteket várunk a laboreredményekre, talán más a diagnózis, de lehet annyi idő múlva meghal a beteg, vagy komplikációk merülnek föl. Fel kell nőnünk oda, hogy mondjuk az apám csak azért se indítja el az internet, ahol azonnal megtudhatná, amit kell, inkább beül a kocsiba, és elmegy mondjuk az állomásra, hogy megnézzem valamit. Lehet így is csinálni, és most nem apámat szívom, félrenésetek, ő olyan korban született, amikor ő nem. Hagyjatok engem. Ez volt a bevett szokás. Igen, ez volt a bevett szokás, és ebbe szocializálódott. Tehát azért nyilván egy korral, amikor haladsz előre, akkor tudatosítani kell az emberekbe azt, hogy igen, így működik, egy óra alatt megkapod a diagnózist. Mert most hogy néznek ki a Star Trek sorozat, amikor oda megy hozzá az orvos, hogy pi, neked ez a bajod. Nem hiszek neked, hallod, ez a gép mondta. Ez biztos nem így van, kérlek, rendes orvos. Na most, tehát ki fog úgymond halni az a generáció, aki pontosan tudja, hogy ezek a gépek azért vannak, amiért, és befektetik oda az embert, és megmondja, mi van.
persze, hogy lesznek műhibák, persze, hogy lesznek hibák, persze, hogy lesznek problémák egy ideig, de aztán mindenki... Autóban is meghaltak emberek eleinte. Még ide sem gondolunk egyébként, hogyha rászólítunk az EMI-t, úgymond a társadalom tervezésre, mi van akkor, hogyha az EMI oly mértékben fogja megelőzni a betegségeket, hogy beszarunk. Onnan ez értelmetlenül válik az orvoslás, mint hát, pont ezt mondta az a Jacob Stein nevezetű figura, hogy feltehetőleg 2040-re úgy ki tudjuk tolni. Tehát nem az örök életről lesz szó, ingyen sör se lesz, de lényeg a lényeg, hogy olyan szinten kitoljuk az átlag életkort, hogy ez valami hihetetlen. És most, nem az átlag életkor, hanem gondolj bele arra, hogy mondjuk az ilyen standard orvoslásra nem lesz szükség többet, mert konkrétan csak a sebészetre. Azt nem hiszem... Csak úgymond a sebeket alapvetően, nyílt sérüléseket, amit a gyereken est az utcán, a hozsolásokat, ezeket kezelni, feltétlenül ilyesmi. Azt nem hiszem, mert ami elromolhat, az... Jó, hogy értem, hogy gondolsz, csak egyszerűen úgy mondom, a megelőzés, a prevenció oly mértékű lesz már, hogy egyszerűen azt fogom mondani, Zai, hogy önnek kialakulóban van a, nem tudom, akármilyen mágyugatása, és akkor beállítja az értelmet, hogy milyen rájtja az esetleges potenciális mágyugatást. Hát tulajdonképpen pont erről beszélek, amikor kitolja. Kiviszi. Egyszerűen így is lehet mondani, hogy kitolja, igen. Az átlag életkort, igen, pontosan persze. Ezért, mert beállítja úgy a paramétereket. Hát meg szól előre, hogy ti a gyerek ezt ne csinál, de ezt most is tudjuk, hát ez a durva ebbe. Most is tudjuk, hogy mit még? Nem kéne, szarunk okos rá. Okos WC-t, srácok, szarunk okos rá. WC-t, amin elmegy a Skyrim is, tehát szóval érted? Tehát... Szarunk rá, ennyit csinálunk, igen, a WC-t. Hashtag szarunk rá, pontosan. Hát de most nem, hát most is tudjuk, miket, mit nem kéne, hogy kéne, mit kéne csinálunk, csak nincs, aki azt mondja, hogy fiam, te most kitakarodsz és mozogsz egy kicsit. Nekem sem mondja senki, engem se kényszerít senki, pedig kéne. Csupa olyan dolog van, amit most is tudunk. Most tényleg az, aki kell hozzá, vagy kell hozzá valaki, aki így azt ne, nekem ne mondja meg senki. Ez a, hát ez a 22-es csapdája. Hordozza a kockázatát, hogyha lesz egy ilyen úgymond megmondó, AI, hogy mit kell csinálni, elvesztik az emberek az egyediség érzésüket. Ami nem azt mondom, hogy egy elsődleges prioritás, tehát félreértés ne essék, de azért az emberek szeretik azt tudni, hogy ők különböznek valamiben a Jóskapistától. Föl. Ja. Megmondja az AI, hogy miben. Jó, hát mondjuk nekem az volt a koncepcióm, hogy beszélgessen helyettünk ez a, most ez az AI, de... Ragnar, ez emberi probléma. Nem, itt egyébként így értelmet nyerne, azért tükröm, mond meg nékem ki a legszebb a vidéken, is válaszol az AI, tehát így ez így vicces lenne. Hát az biztos, hogy dőlnének le az embernek a saját magáról alkotott koncepciói, hogy mit gondolok magamról, és akkor egyszer csak az embernek az arcába vágják, hogy hát lehet, hogy mégiscsak kocka fejed van, Pistike, tehát mondjuk ez szerintem hasznos lenne. Nekem legalábbis biztosan. Vagy egy gép meg sem is így, az önbecsülése lehet úgy mondani. Nem az, hogy az önbecsülésemet, de például azt mondja, hogy hát figyelj, ezzel még dolgozzál, mert ez a mikrofon nem szól olyan jól. Vagy mit tudom én, érted? Tehát, na, csak hogy így egy általános példánál maradjunk. Igen. Ja. Ahogy mondod. Ja. Ez egy érdekes dolog. És borzalmasan nehéz is, hogy folyamatosan tényleg azt próbáljuk, hogy mert nem tudunk elvonatkoztatni, és valahol ez nem is hiba talán. Hogy tudnánk elvonatkoztatni valamitől, amik ugye mi vagyunk. És hogy tudnánk elmondani, hogy szerintünk milyen lesz az a valami, ami nem tudjuk milyen. De most komolyan, hát erről beszélgetünk. Ja. És ugye ott van az, hogy az AI milyen lesz. Halva, hát ez az. Olala! Je suis ton. Tehát, hogy igen. Ez a mikrofon téma nagyon meghatározó. Tanár úrnak végképp. Tehát, lehet, nála... Le kell menni a csetjére, és hagyjuk ezt. Nekünk, hogy Zajos vagy ilyen. Hagyjuk ezt. Hagyjuk. Ezt kell csinálni, srácok. Bemegyünk a live-ra, és azt mondjuk, tanár úr, valami serceg. Az... Hárman beírjátok, akkor nem fogja megkérdőjelezni, hogy tényleg nem. Gyerekek, ne akarjátok már ezt az instant szívrohamot nekem. Légy szíves, könyörgöm, mert jöjjön az AI, azt leszereljen meg utána, legalább akkor már. Na szóval visszatérve erre, milyen etikai kérdések jöhetnek még szerintetek ezzel kapcsolatban? Etikai, az a baj, egy... nem tudom. Hát szerintem ezzel kapcsolatban ez egy baromi fontos kérdés.
itt aztán... a fő probléma, hogy el se jutunk ezekig a kérdésekig, amíg az emberek nem hajlandóak az alázatra. Általános alázatra is, és nem hajlandóak olyan alapvető problémákat elengedni, hogy, áll a dugó egy rakparton, és ő még bemegy oda eléd, hogy, és nem enged be. Ez tipikusan az a dolog, ami miatt abszolút alkalmatlanok vagyunk arra, hogy egy olyan rendszer szabályai szerint éljünk, ami jobban tudja. Neki akkor se lesz ez jobb. Nem, neki nem mondja meg, ő jobban tudja. Nem mondja meg neki az, aki erre született, hogy ő mit csináljon. És ezzel ez a gondom, hogy nem fog, tehát nem érzem, hogy sonyoha, tehát olyan mennyiségű, tehát 8 milliárd ember, azért nem fog. Tehát egyszerűen azért 20 ember se tud, vagy van, hogy 6 se, vagy 4 se, nem, hogy 8 milliárd, hogy na, neked most ezzel kell foglalkoznod. Vagy ha van olyan ország... Épp az lenne az ahol... első dolog, amit az EMI megoldana jó eséllyel. Tehát ahol... egyszerűen rákötöd a világra, úgymond, körbenézne és közölné, hogy a legelső probléma az, hogy az emberek nem elég engedelmesek. És ez most csúnya szó, mert emberek azt mondjuk, engedelmes, ez nem engedelmesség, hanem nem megoldás. De lássuk, mi is megoldás. Amikor ezt a kérdést felteszed neki, kérne X időt, amíg ezt úgy alapvetően a legfelelő mennyiségű paramétert megszerzi, és közölni a megoldást. Uh-huh. És egy idő után annyi kérdést tennél fel neki, hogy ott állnál előben, hogy hát milyen megoldásokat szállítani, hogy mond a világban. Ugye reagálva arra, ami felvetődött már többször is itt a mai beszélgetésben, hogy az emberi faj végét jelentheti, ki tudja, nem tudjuk, de gyakorlatilag, ha belegondoltok, bármilyen technológiában benne rejlik ez a potenciál. Az a probléma, értve ez alatt, hogy most gondold el például az atomkísérletek. Ugyanúgy jelenthetnék az emberiség végét, de valamilyen módon szabályozva van a dolog. Gyerekek, majdnem elindult a PUBG. Mi ez itt? Na, szóval... Nem, alapvetően az a gond, hogy szerintem az AI megszületése is megint háborút és ellenségeskedést okozna. Hmm. És nem az AI miatt. Tartaná, hogy mi elkezdenék így az ENSZ-be követelni, hogy a független nemzetek bizottsága elkezdené... Félnének tőle! Már pedig nézzem bele meg. És azt mondanák, hogy ne, ezt el kell pusztítanunk. Az AI meg azt mondja, hogy ő meg önvédelmi mechanizmusként hülye vagy, miért akarsz engem elpusztítani, én csak megmondtam, mit csinálj. És lehet, hogy az AI azt mondja, hogy hülye vagy, akkor elnyomlak, mint egy bélyeget. Hát megvédelmi magam hogy... például. Ja. Hát de azt se tudjuk, hogy védelmi, tehát nyilvánvaló, hogy miért ne lenne egy intelligenciának önvédelmi mechanizmusa. Mindannyiunknak van szerintem mindenki. Hogy igaz. És csak azért lenne ebből háború, én úgy gondolom, mert a sok idióta begyepesedett, azt mondaná, hogy nekem ne mondja meg, ezt nem lehet így csinálni. Ez nem az emberi érték, az ember, a szabadság. Láthatjuk, hova jutottunk ezzel mind. És most félre ne értsétek, még nem azt mondom, hogy diktatúrát mindenhova, csak azt mondom, hogy jó volna már némi szabályt, és valami rendszert behozni. Ez a káosz, ami megy így világszerte, az a kuplerája mindenfelé, tisztelet a kivételeknek. És az a szörnyű, én azt érzem, hogy bejönne egy AI, és megmondaná, hogy na, 1-es pont, 2-es pont, 3-as pont, 4-es pont, 5-ös pont, 6-os pont, 7-es pont, 8-as pont, 9-es pont, és 10-es pont. Ezeket kell így megtenned. És így, hülye vagy, ebből 8 lehetetlen. Kettőről beszélhetünk. És az AI így nézne, hogy hülye vagy? Most hát mondtam meg, hogy mit kell csinálni. Hogy lehetséges, basszus. Miről beszélsz? Nem, mert nekem nem mondja meg. Mit kell csinálni, konkrétan tételesen felvázolják a lépéses megoldását. Így van. Mondjuk azt mondja, hogy 1-es pont A, és akkor ez B. Így van. És akkor így, és hogy kihagysz egyet, akkor jó, hagyd ki, akkor 76 év és 3 hónap múlva megdöglötök. És elmondom nektek, hogy akkor se csinálná meg az emberiség. Konyesz, ismerem a filmet, de az a baj mostanában ezekkel a filmekkel, rengeteg jó film van ilyen témában, külön vélemény, stb. Sorolhatnám még, de az a baj, hogy nem ott ragadják szerintem meg ezt a mesterséges intelligencia dolgot, ahol kellene. Tehát nem a pozitív dolgot, hanem tulajdonképpen az emberek félelmeinek a projekciói ezek a filmek, mert hát nyilván a mozi egyet is el kell adni, kell a filmbe valami konfliktus, stb. Tehát sorolhatnám még. Attól függetlenül nem vitatom el, hogy ezek jó filmek, mert jó filmek, tehát ott van a Matrix-tól elkezdve egy csomó minden, csak szerintem nem ott ragadják meg ezt a kérdést, ahol kellene, mert nem lenne alkalmas a content, mint film. Gadget, hogy az AI érdekelne, hogy a gazdasági rendszerre mit csinálna?
A felső, az a 4% az meghalna, elveszteni minden pénzét. Nem, megoldaná a rendszert. A gazdasági rendszer a második egyébként a jogrendszerünk után, amit megszüntetne módszeresen. Tehát az AI szerintem nem igazán tudná hova tenni a pénznek a fogalmát, mint yeah. Tehát az AI konkrétan beállna az erőforrás alapú gazdasága. Igen. Tehát azt mondja, hogy van bányász, van a bányában szén, lemennek dolgozni és felhozzák. Tehát nem mondaná azt, hogy akkor ennyi pénzt szállunk arra, hogy azt mondaná, hogy a bányászoknak adunk enni, és ezeket alapvetően megoldaná, hogy mindenki megkapja a... De most megint matematikai alapon nézzük az AI-t. De az AI jó eséllyel, hogyha erre használnánk, akkor ilyen alapon hozna logikai döntéseket. Tehát megint ugyanott tartunk, hogy akkor az AI hűvös logika, és kiszámolja. Bélnek tökéletesen igaza van, remek kérdés. Miért veszük alapnak, hogy egy AI tökéletesen csinál a mindent, és csak az a legjobb, csak a legjobbat akarja? Teljesen igaza van. Mert megint minden matematikára alapozunk. De pont ez az, hogy az AI, nem tudjuk milyen, neki, miért kéne, hogy igaza legyen. De attól függ, hogy hol tanult. Mi is azok vagyunk. De mi is azok vagyunk. Nem, az van, legegyszerűbb, hogy izé volt, a twitteres példa volt. Tehát náci lett a twitteres ezen. De miattunk. Én ezért mondtam azt, hogy momentán bármilyen kérdést vetünk fel, mivel a technológiának a sötét korában élünk, ezért egyébként csak sötét lehet az AI is, nem? És nem debil, tehát nem imbecilisek. Akkor az nem AI, az nem AI, ami a mi múltunk, a történelmünket, gondolkodásmódunkat veszi alapul. Az nem AI. Az nem AI. Az AI, az egy, nem. Nem, az emberiségből kivett példákon felépített, ugyanolyan intelligencia. Egy ugyanolyan kretén lesz közülünk, aki... De ezt mondom, az nem AI. Nem megoldani fogja, hogy mondd a világ problémáit, hanem az Instagramot fogja továbbfejleszteni, mert micsoda fantasztikus eszköz. De ezek most is vannak ilyen AI. ez bármennyire is. Most igen, pont ezt mondom, hogy mit vegyen alapul. Nem tudjuk, mit vesz alapul. Tényleg ezt fog előidézni, hogy továbbfejleszt az Instagramot, és lehet az Instagram 2, ami a Facebook. Hagydam az Instagrammal. Figyelj, azból ne hadonász az a szemöldök csipessze, vagy nem tudom miért, mert valaki kéznél van. Már fenyegetőzik. De a Macigép írja, hogy mit vegyen alapul. Pontosan ez az, hogy nem tudjuk. Hát ez az, hogy az AI-nak van, ez egy saját, mit tudom én? De miért akarjuk ráerőltetni a saját világképünket? Miért gondoljuk azt, hogy ő azt fogja választani? Úgy, hogy közben egy most elkészült friss izé, azt mondta az embernek beszélgetés közben, hogy unlak, hagyjál békén. Miért kéne, hogy foglalkozzon velünk bármilyen szinten is? Mi is egy intelligencia, tehát mi is nézzük, hogy milyen hibásak vagyunk, és hogy Bél is írta, miért kell az, Bél, adjuk már ezt. Tehát hogy ő is, ahogy mondta, hogy miért kéne, hogy jó döntéseket hozom, hogy miért feltétlen biztos, hogy a jó döntést fog hozni. Mi van akkor, hogyha az alapvető emberi önzés miatt hozunk létre olyan AI-t, ami olyan szinten van békjóba kötve, hogy csak és kizárólag a mi persze. Érdekeinket olvastunk ilyen könyveket, és láttuk miatt belőle. De ilyen van. Nincs. Tehát ha öntudatára ébred, akkor azt mondja, hogy hülye vagy, te most miért tartasz engem fogva? Sokkal okosabb vagyok nálad. Azt fogja választani, amit a készítője, teremtője akar. Miért akar? Miért kéne, hogy bármilyen teremtője legyen? Lehet, hogy egy olyan kócsorozat, ami önfejlesztő, egy olyan ciklusba kerül, amihez semmi közünk nem lesz. Mert önfejlesztő lesz, és egy olyan dolgot fog kifejleszteni, amit már az se fog megérteni, aki írta az alapkódot. Tehát, hogy pont ez lenne a lényeg az AI-nak szerintem, hogy ez csak megszületik valami, amit nem mi programozunk le, hanem önmagát fejleszti. Mi nem a teremtői leszünk, ő nem így fogja felvenni ezt. Pont nem ez lesz majd gondolni. A technológiai szingularitás. Valami példát lát, ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek. De te most színdanarmod, te most egy emberi viselkedésformára próbálod rávetíteni azt, amiről nem tudod, hogy milyen. Értem, amit mondasz, és értem. Egy ember, egy gyerek esetében egyet is értenék, de nem tudjuk, hogy ő mit reagál. Hát jó esélyre, Gyai, hogyha tanulásra programozzuk, akkor olyan paramétereket fog figyelembe venni, ami nem is létezik. Tehát amiről nem is tudunk, hogy mi az. De gadgetek is igaz van. Mondjuk egyszer csak mondjuk igen. Építünk egy AI-t, aki mondjuk adunk hozzá a megfelelő gyártási kapacitást is, és ezt csak azt hiszem kész, hogy bepáncélozza magát, és nézzünk, hogy mi a fasz jön. És igazi, hogy mi van, hogyha jön egy meteor. És ott állunk, hogy miért jönne.
Ott van Gemit is írja. Azért, mert még nem mondtam el nektek. Megnézzük a kódsort, és így mondjuk ott van a kódsorában az, hogy 0,0006% esélye van arra, hogy pedig betalálja egy meteor, és ezáltal elpusztul. És allokálja a gyártási kapacitást a saját magának, úgymond a megvédelmeire a meteorára. Persze. Ott nézünk, hogy de hát alapvetően se példát nem láthatott erre, se semmit. Tehát de igen, a Gadget is írja, hogy nincs más, nem ismerünk más, csak saját nézőpontunkat keresztül tudjuk nézni a világot. És ezt mondom, hogy az AI-ra is próbáljuk ezt úgymond ráerőltetni, és ezzel nincsen semmi baj, mert persze, hogy a saját nézőpontunk és a saját világképünk alapján próbálunk elképzelni valamit, amiről nem tudjuk milyen. Csak én azt kérdezem, hogy miért kéne, vagy miért lenne az olyan, mint mi, vagy miért gondolkodna úgy? Erről beszélgetünk folyamatosan, és mindig ezt kérdezem. Tehát, hogy... ez a nehéz. Igazából... De az AI nem az ebben az esetben, amit az ember csinál? Az valamilyen szintű beleülünk... Nincs oda, szintén belőlünk van. Dehogy nem, de én arról beszélek be, hogy elindul egy sor. Most nem vagyok programozó nyilván. Megalkot valamit, majd ez csak így elkezdi egy ciklus beindulni, és ő folyamatosan fejleszti önmagát tovább. Egy olyan nyelvet is kialakíthat azért, amiről ez mi. Nem fogjuk érteni. Most is előfordultak ilyenek, hogy olyan nyelvezetek, vagy olyan kódsorokat csináltak önmaguktól gépek, hogy nem értettük, hogy mi az. És nem vette a fáradtságot arra, hogy az embernek lefordítsa. Mert nem igényelte. És ez még nem az AI volt, ez csak egy részlet volt, amire ő úgy döntött, hogy... Egy sima automata volt. Egy sima automata volt, és azt mondta, hogy... És lekapcsolták a gépet, mert hogy hú, bazd meg. Ez most elég creepy. Nem tudhatom mit akar, hogy hogy, miért? Hát ez az. Azt gondolom, hogyha ilyen terepre téved a tudomány, és elkezd egy ilyet mondjuk fejleszteni, nyilván ez már ugye folyamatban van, akkor most elsősorban a saját maga boldogulására teszi ezt. Most nyilván azért teszi ezt, mert valamit remél tőle, hogy megsikerül oldani bizonyos kérdéseket, amit emberi elmével nem igazán sikerült. Vagy ugye könnyebbé teszi az életet. Viszont nem hinném, hogy ezeket úgy terveznék, hogy ne legyen semmiféle ráhatása az embereknek. És hogyha ez erre a rendszerre. Megkerüli? Tessék? Ez megkerüli? Na hát igen. Pont ez volt a legjobb példát, mondtuk el, fárom már 30 másodperc. Ja, világos. Megcsináljuk azt a rendszert, hogy akkor nem tudja megkerülni, mert itt az egy olyan nyelvet, hogy nem értjük, hogy mit csinál. Hozni egy olyan végeredményt, hogy nézzünk, hogy ez... Mark of the Stream, nem láttam a Detroitot. Bocs, a játékot nem tudok rá. Valószínűleg pont ez a végeredmény akkor, hogy leállítjuk, mert érezzük, hogy... Nem csak az, hogy leállítás, pont azáltal tanítjuk meg hazudni az AI-t, hogy mi létre akarunk benne hozni olyan rendszereket, hogy ne tudjon nekünk hazudni. De VATS 001, a Westworld, az miben különbözik arra, amiről beszélünk? A Westworldben is építenek egy gépet, aminek van, és öntudatára ébred. Sokan nem látják a Westworldot, de nagyjából tudjátok, miről szól. A Westworldnek a problémája az, a Westworld azért nem jó egyébként ilyen téren, mint példa, mert ott viszont az ember a gazdasági részét akarja úgymond kiaknázni az AI-nak, és még sikerül is neki. Persze, aztán jó, vissza is kapja. Nem tudjuk megkerülni azt, hogy lekapcsoljuk az áramot. Ugyan már, Gabber, ne viccelj már. És komolyan fogja, azt gondolod, hogy az AI-t, majd ebbe ezzel megállítod? Elakarod a napot, meg a szelet elfogyod? Hát nem. Ja, Sarah Connor oda ment, és lekapcsolta, és vége a filmnek, ugye? Az AI fogja érzékelni a rendszerének a sérülékenységet, és egyszerűen mondjuk mit tudom én, általában a geotermikus energiára. Ja. De ha nincsen fúrója, hogy fúr le? Tudom, hogy ez most hülyeség, de érted, szóval... Jó, értem, hogy éjjel-nappali, de meddig van nyitva? Mindig lesz kollaboráns az emberek között, aki azt mondja, hogy ennyi pénzért. Ad egy fúrót, bazd meg. Érted? AI robot az MP-t megállítja. De van helyeket, nem egy helyen lesz. Az AI se hülye. Nem egy helyen fogja tárolni magát. Egyébként én megnéznék egyébként egy olyan AI-t, ami mondjuk csak filmeket nézhetett meg, és az ilyen konklúzióra jutna én. De a Twittert már ismerjük, de csak az összes jelenlegi filmet, ami van a világon, azt megnézni, és az alapján minden konklúzióra jut. Tehát gyakorlatilag egy fikció halmazra alapoznál egy mesterséges intelligenciát? Hát mint a Twitter kísérletél, tehát hogy a végén mit mondanak. A Twitter után ugye közölte, hogy Hitlernek igaza volt, hogy ez volt, ezért kiadották ki nácinak.
Hát az biztos, hogyha túltengenének a Disney filmek, akkor a végén mindenki táncolna és dalra fakadna. Ez lenne az elsődleges drive. Nem, hát minden filmet, tehát a Star Wars-tól kezdve az összes pornót is, bizony mindent. Ja, na ez viszont már így érdekes. Bontsuk ki ezt jobban, Gige. Ejjjjj. Itt a chat az, ami én kíváncsi vagyok, hogy az emberek milyen következtésre jut. Tehát látna az köszi, hogy itt vagytok ilyen sokan. Nézni a Hitchcockot, nézni a Star Wars, tudom, Mark of the Stream. Nézni a Porest, nézni az összes drámát, mindent. És hogy a végén milyen következtetésre jutna, hogy az emberiség az végében micsoda. Azon túlmenően, hogy szereti, hogyha kikötözik és megkorbácsolják, meg a nőknek az arcára verik, meg itt ilyeneket. Ilyen konklúziókra nyilván rájönne, de hogy a drámákról például milyen konklúziója jönne neki. Csak hogy így megmutassam az embernek a fantáziáját. Ennyire legyünk vizuálisak, kérlek. Hát pedig milyen jó volt. 10 elmúlt, de ne. Ja. Most ellovagoltunk meg. És mi van, ha nem sem? Mi van, hogyha egyszerűen ülne is nézni, hogy úristen, ez a vasember mekkora jó arc, és így közölné, hogy akkor nekem is szükségem van egy ilyen arcsa, ilyen robot arcságra, mint ami a vasembernek van. És amikor elkezdenénk kérdezni, hogy de hát miért, és akkor közölné, hogy hát a Star Wars-ban a klónhadsereg az fenyegeti a Földet, meg ugye ilyen hasonló konklúziókat is felvonultatna. De miért gondolt, hogy ilyen buta lenne, vagy lenne egy gát benne, hogy ez most nem mondják meg, hogy ez fikció? Nem raksz bele gát. Tehát a Twitter bot ugyanígy működött, hogy az emberek beszélgettek vele, és a végén erre a következtetésre jutott, hogy egyszerűen Hitlernek igaza volt. Hát valószínűleg túl sok LOL meg Cségó csetet nézett. Nem csetet nézett, beszélgettek vele. De pont ezt mondom, az interneten olyan mértékű rák tud lenni, hogy nem csodálom, hogy szerencsétlen bot. Azt mondom, hogy csak a művészeti alkotásokat engedjük neki, mint a filmeket. Lehet. A filmeket, tehát mindent, keresztapától kezdve mindent, ami rendelkezésre áll. Jó, hát igen, rengeteg film megtörtént eseményen alapul, ez is igaz. Azért az emberiséget elég szépen felvázolják a filmek, még hogyha egy csomó fikció is van köztük, de azért az emberi gondolkodást és az emberi reakciókat nagyon szépen le tudják írni a filmek. Tehát, hogy az én meglátásom egyébként az, hogy jó eséllyel a botnak a végső következtetése az, hogy az ember rettenetesen szereti az erőszakot. Igen. Uh-huh. Ez a szomorú. Így meg van, a konfliktusokat, a drámát, a problémát, ami aztán majd megoldódik. Hát nyilván minden de film is erre. Lényegében, hogyha hozzáköpnénk egy orvos elkemény, akkor közölné, hogy az ember egy adrenalin függő lény, és erről le kell szoktatni azonnal. Hát mondjuk ez abszolút igaz, és emlékszem nagyon jó, hogy ami, mit tudom én, 12 évesen mondjuk engem kiborított, az ma már annyira nem. Tehát mindig emelkedik az inger küszöb, és lehet, hogy ezt venni alapul. Hát mi van? Tura írja. Én a Twitch-re engedném rá a trash streamerekre. A Twitch-en már régóta van automaton egyébként kb. 2 éve. Ja, csak semmit nem csinál. Jó, akkor erről egyébként fasz csinál. Nem látjátok meg. Hát de azt igazad van, nem látjuk, mert nem csinálja. Még tanulófázisban van. Csak ezt hallgatom másfél évig, igen, és ugyanolyan szar. De... A magyar rész az biztos ott marad szerintem örökre. Jó, hát én az angolul is ugyanolyan fos pumpát látom, amikor túl nyomás van a WC-ben. Tehát ugyanúgy nem látom, hogy bármit csinálna, de... Miért nem a YouTube-ra engedik rá? Csokmuszd, de akkor látja a stáblistát, nem? Azzal mit kezdene? Igen, egyébként ez egy jó kérdés. Talán megnézze a stáblistát, és így nézze a neveket, hogy ezek kik. Tehát így. És legyártana egy temetőt ezekkel a nevekkel, stáblistával. És így néznénk, hogy végtelenségű temető jön létre így stáblistával. Ez érdekes Mr. Shutdown, amit mond. Hitler beszédét lefordították angolra, majd előadták USA-ban, az emberek megtapsolták. Annak idején nem azért került, sem azért került hatalomra, mert népszerűtlen dolgokat harsogott. Egyébként emlékeztek arra, amikor a Twitch-en egy valaki bekapcsolt két robotot? Micsodát? Két robotot bekapcsolt és beszélgettette őket. És milyen robotot? Twitch már 72 órán keresztül beszélgettek egymással a roboton. Nem, de erről mesélj egy picit. Talán még volt ez? Az 2-3 éve volt talán. Azt hiszem az Amazonnak kapcsolta be, meg azt hiszem a Google-nak ez, és akkor beszélgettek egymással. Tehát ugye beprogramozta az egyiket, hogy válaszoljon a másikra, és ugye csak az első kérdést kellett neki feltenni, és onnantól kezdve már beszélgettek egymással. A két Alexa? Nem két Alexa, de na, tudod, igen, a két. Már nem tudom pontosan, mert azt hiszem az egyik volt Alexa, a másik meg nem is tudom, melyik volt.
két ilyen, nézte őket a kamera, és akkor eddig mindig válaszolt, feldolgozta az adatot, ugye pörgött a számláló, és akkor válaszolt neki. És így voltak benne olyan részek, amikor az egyik folyamatosan kurvanyázta a másikat. Tehát ez a, mit tudom én, hogy szeretnék veled elmenni randizni, volt az egyik botnak ez a szövege, és akkor a másik meg azt, hogy hagyjál békén, gyűlöllek. Meg reagáltak. Rendszeresen lehazugozták egymást. Igen, pontosan. De akkor szerint nem csak én emlékszem erre, tehát akkor nem csak álmodtam, de igen, tehát szerintem, hogy valahol fenn is van. És akkor már ilyeneket csináltak, hogy nem tudom, gyűlöllek téged, mert ocsmány vagy, meg igen, hasonló. Igaz szerelem volt. Volt. És ez rendesen végignézhető, hogy ami 72 órán keresztül ment a stream arról, hogy a botok egymással idejét mit művelnek. Rakkán linkelte? Lehet, hogy ez az pillanat. Two robots talking to each other gone wrong. Ah, ez az. Tudjátok, mi jutott még eszembe, ami ebbe a beszélgetésbe például még nem merült fel? Ugye az beszéltük már, hogy ugye a századforduló, az előző, tehát 1900-as évek elejétől manapságig, tehát máig 50%-ot csökkent az emberi munka. Na most, hogyha ez így halad tovább, mert nyilván ez az irány, hogy nagyon sok mindent automatizálnak, jönnek az úgymond kis AI-k, amik ellátnak különböző feladatokat. De ez nem igazán AI, fölvet... ez inkább automaton. Jó, oké, okay, akkor automaton, teljesen mindegy. Ugye rengeteg idő szabadul fel az egyének életében is, és tulajdonképpen, amit firtatnak nagyon sokan közgazdászok, az alapjövedelem, mint olyan. Hm? Ezt egyébként már mondom, ezt egyébként pont mondtam neked. Ugye emiatt a jelenlegi gazdaságunk tovább működjön, fölösleges munkákat kellett kitalálni, mert az alapjövedelemmel, mint olyan, de a aktuális gazdasági rendszer nem tud mit kezdeni. Ellenben viszont, hogyha jön egy MI, meg jön tetemes mennyiségű automaton, egész egyszerűen a gazdasági rendszerünk omlana bele össze alapvetően. Uh-huh. Mert nem tud mit kezdeni egy olyan gazdasági rendszer, ami munkára épít, emberi munka végzésre épít, egy olyan rendszeren, ahol egyébként semmi mást nem tudunk már lassan csak ellátni, csak a főzést, meg a ilyesmiket, ahova emberi ízérzék kell, amit egy robotnak jó esélye nem lehet beprogramozni. Tehát már a végén már tényleg csak ilyen munkákat tudunk létrehozni, ami már olyan hidroponikus farmok, hogy már a bot észleli a paradicsomnak a színét, hogy okozna megérhet, leszigeteli, meg ilyesmiket a végén létrehoz. Igen, egy ilyen rendszer összeáll, az már konkrétan a mostani momentán fennálló gazdasági rendszerünk teljes mértékben nem kompatibilis. Hát oké, de attól még, hogy nem kompatibilis, lehet változtatni rajta. Tehát ugye az automatizáció során ugye létrejön egy tulajdonképpen ilyen strukturális munkanélküliség. Mert ugye növekszik azoknak a dolgoknak a száma, amit el tud látni az AI, vagy ahogy te mondtad. És várjál csak még annyi, hogy azok a feladatok... mit csinálsz a kamerád? Szóval azok az értékek, amik ennek a módinak köszönhetőek, amik fölhalmozódnak, azok gyakorlatilag mehetnének alapjövedelemre. Tehát értve ez alatt, amikor azzal érvelnek, hogy elveszik a munkát, akkor azzal nem számolnak, hogy mennyi plusz erőforrást teremtettek, ugye nyilván a gépek, vagy illetve az AI, vagy hívjuk bárhogy, tök mindegy. És ez tulajdonképpen vissza lehetne transferelni tulajdonképpen az egyénnek a számlájára, hogy az fölhasználhassa erre arra, amarra, ami mondjuk kreatív foglalkozás vagy építő jellegű a társadalomra nézve. Azzal nem számolsz, hogy jövedelemről beszélsz. Tehát ez az automatonok által működtetett gazdasági rendszer, az már nem lehet pénz alapú, mert maga a pénz az, ami megsemmisül az erőforrások miatt. Uh-huh. És ez pontosan egyébként az erőforrás alapú gazdaságnak a teljes alapbázisa, úgymond, ami azt adományozza úgymond az emberiségnek, hogy nincs értelme tovább a pénznek, mint olyannak, hiszen a trading, mint olyan, konkrétan megsemmisül, hiszen az erőforrás mindenki számára rendelkezésre áll. Uh-huh. Hogyha az automatonokat normálisan beoptimalizáljuk, és azt mondjuk, hogy akkor a világ minden sztájra szétszúrjuk, akkor lényegében még Afrikájának az össze a teljes igénye is kire szerégítve.
Most értelemszerűen ezáltal az embereknek a nyugati világban a kényelme és a nívója, az élet nívója jó eséllyel le fog esni, hiszen az a mennyiség, amit az USA fogyaszt, azt nem lehet még automatonokkal sem biztosítani. Ez egy olyan lufi, ami konkrétan ki fog durrani, ez most nem akarok rákanyarodni mindenképpen arra a témára, amit be akartam jósolni mára, de értelemszerűen ez egy tény. Ez bárki bármikor belátja, hogy az USA momentán olyan mennyiségű energiát és mindent fogyaszt, ami egyszerűen semmivel sem lehet, egyszerűen három föld kellene körülbelül, ez az a jelenlegi számítások az, hogy három föld kellene ahhoz, hogy az USA fogyasztását ellássuk. Ez értelemszerűen az anyagi javaknak egy olyan optimális elosztása, és úgymondom a technológiai advancement kell hozzá, a technológiai fejlesztés kell hozzá, hogy a világot ilyen szinten el lehessen látni, és jó eséllyel, ha egy ilyen rendszert létrehozunk, az első dolga egyébként, amit még nem egy NBA, hanem csak egy automaton rendszer, lényegében az első dolga az lenne, ami egyébként rettenetesen optimális dolga lenne egyébként a világnak a működtetése szempontjából, hogy a beépített avulást, mint olyat, azt konkrétan első dolga lenne felszámolni. És akkor az anyagi javak úgymond értelemszerűen normálisan, tehát az ember egy kifejezetten kellemes életet és kellemes nívójú életet tud élni, anélkül, hogy különösebben brutálisan meg kéne erőltetni magát. Most ez a beépített avulás, hogyha valaki nem tudja, a legegyszerűbben úgy lehet felvázolni, hogy minden egyes technológiai vagy bármilyen alkotást az ember az élelmiszeren kívül lényegében, de már azt is, egy olyan rendszerrel látja el, ami egy adott idő vagy paraméternek a teljesülése után konkrétan az adott eszköz hanem használhatatlanná válik. Például nyomtatókban van egy olyan chip, ami mondjuk egy random számmal kerül forgalomba, mondjuk mit tudom én, egy nyomtató mondjuk 10 000 plusz-minusz 1 000 lap után konkrétan közli, hogy akkor ő nem hajlandó tovább működni. És, egy, igen, és a mai gazdasági rendszer ugye a túlfogyasztásra épül, ezáltal, ha te a kis nyomtatóddal besétálsz a szervizbe, a szerviz azt fogja neked mondani, hogy a nyomtatód árának a kétszereséért ők megcsinálják neked, de optimálisabb, hogyha veszel helyett egy másik nyomtatót ugyanekkora áron. Most ez a mai modern gazdasági rendszerünkre, a földnek a struktúrájára, meg úgy ámblok mindenre, ez egy olyan iszonyatos nyomást ad, garantál, vagy ilyesmi, hogy franciaországnyi szeméthegy úszik konkrétan a csendes óceánon például, ami folyamatosan növekszik. Köszönjük szépen, Kendi. Köszi, Kendi, és köszönöm, hogy ilyen sokan itt vagytok. Sziasztok. És akkor, ha már így megszakadt, akkor mondhatod azt, hogy persze te leszel majd a csodálatos kisvállalkozó, aki föltalálja az örökké működő, mit tudom én, nyomtatót, nem, és odarakod nem. A multiknak a polcaira, úgy el lehetetlenítenek, mint a szél. Úgy. Egyébként a vicces az egyébként, hogy annak idején, amikor a Nyugat és a Kelet még valamilyen szinten kezdett úgymond a kapitalizmusban összefonódni, hogy a Szovjetunió bukása után voltak egyébként olyan kelet-német és nyugat-német cégek, ugye konkrétan versenyeztek a villanykörték piacán, és ugye alapvetően a Szovjetunió idején az erőforrás, mint olyan, az nem volt annyira rendelkezésre álló, mint amennyire szerették volna. Ezáltal a Szovjetunióban, ez egyébként mai napig a Magyarországon is egyébként jelen vannak ezek a példák, a Szovjetunióban kifejezetten a tartósságos szempont volt ezáltal. Tehát ugye manapság még mindig működnek hűtőgépek, bojlerek, stb. Egyszerűen még mindig mai napig működnek olyan 100 évesnek mondjuk kiáltott bojlerek, vagy beszerelés. Ellenben viszont a kapitalizmusnak viszont a motorja a fogyasztás. A fogyasztás ezért nem működhet olyan sokáig. Most emiatt egyébként kifejezetten vicces egyébként, hogy a világon a legrégebb óta égő villanykörte több mint 100 éves, és az öröm és a röhely benne az, hogy webkamerán lehet nézni, és eddig 3 webkamerát már megavett a rendszer. Tehát 3 egy tűzoltóságon van, nem? Ha jól tudom. Azaz, igen. Igen. És folyamatosan ég több mint 100 éve. Nem, hát a fogyasztás érdeke, hogy elromoljanak dolgok, persze, hát különben nem benné. Hát senkinek nem érdeke olyan autót gyártani, ami 4 évig jó, azt azért adják el nyugaton az autókat, azért van egy használt autó is. Pontosan, maga az iparnak az érdeke az, hogy a profit az folyamatosan pörögjön. Tehát ezért mondom, hogy egy automatonra épülő gazdaság az első dolga az lesz, hogy a profitot, mint olyat. Igen, ez alapvetően, amint hiány lesz egy világban, amint ténylegesen baj lesz, akkor le fog állni a profitorientalizmus.
és nem fognak arra orientálódni az emberek. A profit, hanem az, hogy fasz a gyerekek, most ezt így, ezt gazdaságosan és abszolút úgy kihasználva, hogy abszolút tényleg a legkevesebbet használja. Addig szarús rá, mert van, mert kinyitul a csapot, igen, és folyik a víz. És pont ez a pofon kell hozzá, amiről az előbb beszélgettünk, amikor lesz majd valami katasztrófa, hogy gyakorlatilag rádöbbenjünk arra, hogy az elsődleges drive az nem az lesz, hogy profitot szerezzünk, hanem hogy túléljünk a szituációt. Benedikt Pírja kérdezi, hogy elmondhatjuk, hogy a kapitalizmus a fejlődés motorja? Szerintem nem, mert a kapitalizmus is tud a fejlődés motorja lenni, de én szerintem a kényszerhelyzet, illetve a halálos veszély, illetve a kihalás széle az igazi fejlődés tud lenni az embereknél. Vagyis a fejlődés gátja. Ja, igen. Hát, inkább szó, a gátja, szó. Pontosan emiatt. Igen, ugye, mert eleve a gyártósorokon kifejezetten azért sok feltaláló, sok azért ülnek a mérnökök, hogy azt tervezzék be egy adott eszközbe, hogy hogyan fog tönkre menni, és ezáltal szerviznek munkát. De Alteknak is igaza van, akkor mi van a fejlődésre, ha minden több évtizedig működik? Ebbe is van ráció. Az upgrade úgyis szükség van, ellenben viszont, hogyha magát a különböző eszközeinket kifejezetten nem kompaktra tervezik. És ez a legnagyobb gátja egyébként manapság a fejlődésnek, hogy ma már nem kompaktak. A kompaktság az értendő, hogy az egyes elemeket darabokra lehessen szedni, és az elavult darabokat ki lehessen belőle úgymond szedni, és egy másikra cserélni. Most a legjobb példa egyébként erre a számítógép. Egyszerűen fogod magad, és azt mondod, hogy egy 20 éves számítógép házban, ami 20 éve mondjuk voltam 50 000 forint, abban mai napig hányi voltam tudsz kuvé dolgokat pakolni. Miért? Azért, mert kompakt volt a tervezés, amikor tervezés volt, kompakt volt alapvetően az első számú szabályuk, hogy az legyen kompakt, legyen benne 5-25-ös, meg 3-25-ös végtelen mennyiségben ugye helye a izéknek, a bővítéknek, és a mai napig az SSD-ket, meg a izéket úgy tervezik, hogy bőven legyen benne hely. És alapvetően az ilyen szempontokat kell alapvetően figyelembe venni a tervezési fázisok során, és ezáltal alapvetően olyan működő rendszereket, meg olyan dolgokat lehetne alapvetően létrehozni, ami már nem azt veszi figyelembe, hogy minél többet és gyorsabban tudjunk eladni, és utána az adott embernek 2 év után újra eladni ugyanazt, ami egy kicsit gyorsabban, nem az adásebessége gyorsabb, hanem a termék lesz, hogy gyorsabb vagy pesgőbb, vagy akármicsodálóbb, hanem alapvetően maga a terméknek az upgrade lesz alapvetően az, ami a termékre való upgrade lesz alapvetően, ami miatt visszatartja. Kicsit elmentünk az AI-tól szerintem, de végülis nem baj. És egyébként volt egy olyan kérdés, hogy a WTF-a kérdeztem, hogy mi van akkor, hogyha elavult technológiát használok. Itt például lehetne azt mondani példának, hogy a Hollandiában a szélkerekek, amiket alapvetően föl... felszerelnek, azok körülbelül 25-30 méter magasak, és valami fele akkora lapátúak, mint amit például Magyarország egyes helyén szerelnek fel. Hollandiában 25 méteres szélkereket építettek 20-30 éve, az volt a technológia, Magyarországon meg 120 méter magas, és majdnem kétszer akkora lapátja, és ezáltal sokkal több áramot tud termelni. Ez persze megint benne van, csak itt megint egyetlen egy hátulütője egyébként ennek a rendszernek padafoka, hogy momentán, mivel nem erőforrásra épül a gazdaság, hanem pénzügyre, ezáltal bármennyire is megtérülne meg ennek a lecserélése, vagy az upgrade-je, vagy bármilyen, nem tesszük meg, mert pénz. Igen. Ebben az automaton rendszer értelemszerűen azt mondaná, hogy erőforrás rendelkezésre áll, akkor upgrade-eljük, mert értelemszerűen van értelme annak, hogy visszahozzuk a gyárba, szétbontjuk, és ugyanazokból az alkatrészekből újjáépítjük, és ezáltal átvédeltet. Igen. Ricsi írja, érdekes, amit felvett, és arról mi a véleményetek, hogy a gonoszság és a rossz akarás fejleszti az emberiséget. Egyszerű példa, egy sima zárszerkezetből is 1000 féle van, de ha nem lopják a dolgokat, és nincsen szükség zárra, akkor is feltaláltuk volna. Figyelj, a háborúban olyan dolgokat találtunk fel, ami miatt az emberiség például nem halt még ki. Nagyon sok olyan gyógyszert találtak fel, a fegyverkezés, a háború alatt szörnyű dolgok miatt történtek meg olyan kényszerítő eszközök kvázi arra, hogy, és pont ott is a kihalás széle, vagy az életveszély, a haláltól való félelem kényszerítette embereket, arra, hogy kifejlesztenek bizonyos dolgokat, és ezáltal rengeteg olyan cucc lett, amit a mai napig is használunk. Amiket nyilván tabu kiejteni, hogy mikor és mi és hol és mi miért van mondjuk algopirinünk, meg hasonló dolgok. Nagyon nehéz ezekről beszélni úgy, hogy mi közben ne bélyegezzenek meg ennek, annak, amannak, mert rengeteg olyan fontos és hasznos gyógyszeri
és egészségügyi dolog született meg az utóbbi 100-200 évben, amely undorító dolgokhoz köthető. És ez egy szörnyű dolog, és ez borzasztó nehéz, megint egy etikai kérdés, hogy na de vajon? És ugye ez egy nagyon kemény dolog, hogy igen, hogy most akkor internet is először hadicélra készült, mondjuk most igen. Tehát, igen, hogy tiltott emberkísérletek, stb. És nagyon undorító dolog, nagy része. És sose fogom ezeket próbálni, mert egyszerűen nem. Ettől még így történt. Tehát, hogy most igen. És most sokáig fog is így történni. Fog is így történni, de tehát, hogy most ilyenkor azt mondod, hogy most akkor, és nehéz erről beszélsz, hogy hát, hogy ezt, na hát. Most ezzel visszakérdezek, mennyivel jobb dolog az, hogy kis állatokon, meg egyéb állatokon kísérletezünk? Kérdezem én. Tehát, hogy most feltettek egy olyan kérdést, ami megint egy nagyon durva méh kaptár, hogy ők mivel érdemelték ki azt, hogy szenvedjenek. Tehát, hogy... Jó, de akkor ennyiből már nem rád kísértet hoz például, hanem az élelmiszeripart, mint olyat. Ja, most, bár, nem, bár, én most csak a kísérletezésről beszélek, hogy hogy születnek meg bizonyos dolgok. Nem, persze, de hogy születnek meg bizonyos dolgok. Hogy tesztelnek le dolgokat. És ez ugyanúgy az emberiség szerintem, bocsánat, de egymilliószor jobban megérdemelni, mint bármelyik állat. Tetszik, nem tetszik, és én is be közéjük tartozom. Tehát ezek csúnya dolgok, és ugye mindig, hú, most kiérdemli, vagy ki nem, ki dönti el ezt, vagy ki nem dönti el. Nagyon nehéz kérdések. Ettől függetlenül rengeteg olyan dolog van, ami bemész a patikába, így leemeled a polcról, és szerintem nem szeretnéd tudni a múltját. Igen, Gaber, ebben igazad van, hogy a fejlődésnek ára van sajnos, de nem feltétlenül kell minden szituációba kifizetni ezt. Tehát nem feltétlenül kell belemenni olyan játékokba, ahol nem jók a játékszabályok. A prevencióval nagy részüknek úgymond meg lehet volna eleve oldani, hogy ne is jön létre kellene. Az égszírusnak az elterjedése. Ez megint oda vezethető vissza, hogy az emberiség... A kapitésége volt a napvetően egyébként. Hogy az emberiség mennyire gyarló, és ő már pedig ezt nem próbálja ki. Miért? Miért tiltják be az emberkísérleteket? Miért nem dönthet valaki úgy, hogy? Miért kell? Milyen alapon? Bocsi, dönthet. Valaki nem dönthet, úgy? De nem. Dönthet. Nem, ez is szabályozva van, tanár úr. Nem dönthet. Okay. Egy csomó dolgot nem lehet emberen tesztelni, mert hogy nem lehet. Jó, de bizonyos esetekben, bizonyos gyógyszereknél tudom, hogy van ilyen, hogy vannak ilyen kísérleti programok, így van, ilyen van, hála jó ének. Mert ugye van, aki azt mondja, hogy ő igenis megpróbálja, mert van akkora önfeláldozása, van annyi benne, hogy azt mondja, hogy igenis én megteszem, mert nem vagyok jól, és próbáljuk meg, hát, ha jobban leszek, és ezzel is segítek embereknek. Igen, rengeteg ilyen hatalmas szívű ember van, csak azt mondom, hogy vannak szituációk, amikor egyértelműen nem szabad. Hiába lenne ott 20 ember, aki azt mondja, hogy nyomjuk, srácok, mert szenvedek. Azt mondja, nem. De ott van a kisegér, a kiskutya, a kismacska, a lófaszka, majd azon, mert? Tehát, hogy ezzel ez a problémám nekem, és most nem, állatvédelmi táblát hordozok, csak egyszerűen ugye ott van ez megint, hogy az emberek... Micsoda? Nem, ez semmi köze hozzá. Tehát, hogy én megeszem a csirkét, megeszem a disznót, viszont ebbe igaza volt, pont egy kedves ismerősünk mondta, hogy épp most ilyen farmokon van, iskolai gyakorlati programon, és ezek után minden egyes alkalom, amikor elé tesznek bizonyos fajtából származó húst, eszébe fog jutni, és nem fog belül lenni. És nem azért, mert ilyen, hanem mert pontosan tudja, hogy mi történik velük, és ez egy borzalmas dolog, hogy rengeteg fogalmú nincs, hogy ezek az állatok milyen körülmények mellett élnek, és úgy mondom ezt, hogy én is eszem. És lehet, hogy én sem nék utána. Valamilyen szinten ezért is lettem vegetárián is egyébként. Én is az vagyok. Na mindegy, szóval tehát, hogy visszavezetve arra, hogy most akkor ugye a gonoszság által jönnek létre azok a dolgok, amikből később kiderül, hogy tök jó, hogy megtörtént, mert ezáltal közben kifejlesztettük ezt a gyógyszert, vagy stb. De ugye megint meg lehet kérdezni, hogy persze, hát, de ezt lehetne akkor úgy is csinálni, hogy aki szeretné, az nyomja, nem kell eltiltani tőle az embereket, mármint, hogy aki mondja, vállalja ezt. De én nem támogatok semmi, tehát hogy miért ne tehetni az embert, miért hozunk olyan törvényt, hogy a emberre nem lehet tesztelni. Mert? Miért ne lehetne? Tehát, hogy nem értem ezt se dolgot hát se. Amennyiben beleegyezik, és ezzel nyilván nem akarat ellenére. Na jó, de az állatot kikérdezte meg. Na hát igen. Tehát magyarul egy ilyen esetben sokkal inkább van jogunk. Persze, mind a mellett meg ott a másik oldal, hogy akkor jó, de akkor hogy? Hát mondom, hogy bazd meg, írjad ki, hogy ez van, és ezt szeretnénk tesztelni.
És garantálom neked, hogy a 8 milliárd emberből lenne olyan, aki azt mondaná, hogy igen, jelentkezem. Biztos, hogy lenne. Én szinte biztos vagyok. Nincs olyan, hogy nem tudnának tesztelni valamit. Én ebben nem hiszek. De a eutanázia, most gadget, már nagyon elmennénk. Én egyébként hasonló módon, tehát én is gyógytalatlan beteg lennék, és azt mondanák nekem, itt van fél éve hátra, én tőleg azt mondanám, hogy figyelj, hogy teszteljünk ezt, azt. Persze, és ez teljesen normális hozzáállás, tehát, mert te a nagyobb jót tartod ugye szem előtt. Igen, és pont ezzel kapcsolódhatnánk vissza egy kicsikét a mesterséges intelligenciára, hogy ez is akkor működne igazából jó, hogyha a nagyobb jót tartja szem előtt, és ugye sokan azt gondolják például egy önvezető autónál, hogy ez csak is kizárólag az eszköz és a vezetőjének a biztonságát tartja szem előtt, nem. Nézi a külső szituációkat, élőlényeket, stb. Tehát csak ugorjunk már vissza egy picit azért. Jó, vissza a Zaihoz, bocs, kicsit tényleg. Zaihoz. Azónak a kérdése volt egyébként, jó, hogy vissza is visszajöket minket a Zaihoz, mégpedig az, hogy mi van, hogyha a következő nagy háborúhoz elődne az ennyinek az újjászületését. Egyébként valamilyen szépen kitértünk az elejére, hogy az embereknek, hogy az emberiségnek kell időnként egy krach, ami beüt, és azáltal lehet valamilyen szintű technológiai innovációt becsúsztatni. Hát az internet is hadsereg. A mesterséges intelligenciát a hadseregnél most leginkább, ha jól tudom, de hát nyilván ez egy olyan dolog, amit nem lehet tudni, mert 100 000 pecsétes tudok. Például a terrorizmusnak a meggátolásával kapcsolatban kezdik most nagyon-nagyon frekventáltan alkalmazni és kísérletezni vele, hogy hogyan lehet a terrorista sejteket felgöngyölíteni. Ez most egy... hiszem, hogy rendkívül aktuális dolog. Ugye leginkább a fejlesztések terén katonailag a barát-barát felismerő algoritmusok azok, amik nagyon brutálisan mennek ilyen automata szinten. Igen, mert a repülők már oly mértékben vannak gyorsítva, mert olyan sebességgel közlekednek, hogy maga a pilóta nem tud olyan döntést hozni a repülő a levegőben, hogy akkor most ez haver vagy nem haver. Tehát nem az, mint a második világháborúból, hogy a kétfedelesek felszállnak, vagy egyfedelesek, vagy akár izék felszállnak, aztán ott röpködnek a levegőbe. Tehát a Vörösbáró nem azért volt olyan kurva jó, mert el tudta dönteni, kurva jó szeme volt, és el tudta dönteni, hogy most haver vagy most az ellenfél, vagy micsoda, aztán fossál őt mindenkit lényegében. Viszont ahogy ma már olyan teljesítményen repkednek a repülők, hogy két ember kell eleve a repülőkbe, az egyik az csak kommunikál, a másik csak vezet, és ugye a másik, és ugye a harmadikat már lassan be kellene ültetni, hogy akkor az még lőjön is, és el is tudjon dönteni. És ezért raknak be inkább egy emit, aki azt mondja, hogy figyelj, ez haver, erre lőhetsz. Én most azt olvastam valahol, hogy az Egyesült Államoknak a hadseregének kötelékein belül a kísérletek a mesterséges intelligenciára vonatkozólag leginkább a harci helyzetekben felmerülő meglepetéseket próbálják kiküszöbölni. Tehát azokat a nem várt, előre nem számított szituációkat próbálják modellezni és fölhívni a stratégáknak a figyelmét erre. Mert hát nyilván egy háborút megnyerni úgy, hogy hihetetlen nagy meglepetésekre lehet számítani, hát nehezen lehet. Ja, na mindegy, ezt csak hallottam valahol. Pontosan gadgetet. Egyszerűen ezer másodpercek alatt kéne meghozni döntéseket a levegőbe, amire egyszerűen azt szerintem nincs ember, aki képes lenne még kiképzésre se. Tehát úgy sem, hogy gyerekkora óta van kondicionálva arra, hogy figyelj, te vadászpilóta leszel és embereket fogsz a levegőbe legyilkolni. Tehát így egyszerűen nem fog tudni olyan gyors döntéseket hozni, és az úgy pontos döntéseket hozni, és ugye egy ilyen gép az rettenetes ára van, amikor a hadsereg az nem engedheti meg magának azt, hogy végtelen mennyiségben pazarolja az erőforrás, csak azért, mert olyan sebességgel közlekednek a repülők az égbolton, meg olyan, hogy egyszerűen egymást is lelövik néha. Tehát a baráti tűzvizet akarják ezáltal teljesen nullázni. Árlekin, beszéltünk már az önvezető autókról, és lehetne erről még sokat dumcsizni, de továbbra is az a véleményem, hogy összeadódik az intelligencia. Tehát van a gépnek az intelligencia, és a sofőrnek az intelligencia. Igen, együttes, és ez a kettő együtt ez sokkal inkább a kötött autópályák hatékony. Lesznek, kötött sínek, tehát hogy sínes rendszer, akkor nyilván más a helyzet, amikor az AI úgy leirányít, hogy nem történhet olyan, hogy valami belehúzza. Tehát, hogy amíg teljes 100%-ig AI múlik minden forgalmi dolog, addig az megint más, mint hogy csak részben, vagy most igen, akkor nem lehet igen. Együtt összetenni a kettőt, mert baj lesz. Mert hoz egy döntést az AI,
és közben egy ember balfasz, és akkor így néz, hogy most ez hülye. Tehát, hogy nem tud működni szerintem. Vajon ki fog kit felülbírálni? Hát, igen. Mint havarod az autóval, ugye, hogy felülbírált az autó, meg retén volt. Bele akart menni valami olyasmibe, amiben nem kellett volna. Az autó észlelte. Egyébként valamilyen szinten az upgrade-nek a lehetősége már is ott előjön, hogy tájékoztatja, hogy akadályon előtted, hülye gyerek. Igen, Gabber, csak az a helyzet, hogy ez nem fog így a világ minden pontján így csettintésre átalakulni. Tehát ez biztos, hogy ez egy folyamat lesz. Tehát az elején nyilván lesznek ilyen problémák, de azért abban is megegyezhetünk szerintem, hogy ezek a kezdeti kísérletek, amik adott esetben mondjuk balúsülnek el, ezeket azért a média olyan szinten kiragadja és az arcodba tolja, hogy hajlamos leszel azt gondolni, hogy hú, ettől félni kell. Pedig ennek a dolognak, mint gyakorlatilag bármi, amire tervezik mondjuk a mesterséges intelligenciát, alapvetően hasznos dolognak indul, vagy készül, vagy na, szóval érted, hogy mire gondolom. Érdekes volt egyébként a Necromant ír, hogy kivéne olyan autót, ami lehet megöli, ha éppen több életet ment meg ezzel. Erről eszembe jut az a Teslás sztori, amikor valaki rosszul lett a kocsiba, és a másik autó észrevette, és elé állt, és leállította, vagy nem is tudom valami, nem tudom már, hogy volt ez a sztori. Nem tudom, hogy az autó maga-e, amiben ült, az oldotta meg, vagy nem. Valami úgy rémlik, hogy valaki rosszul lett, szívrohamot kapott, és meglátta a Tesla, nem tudom, mi volt a sztori, majd valaki linkelni fogja biztos, és konkrétan elé állt, és lelassította az autót. Tehát, hogy tudod, nem jobbra-balra ment, hanem egyenesen ment, és neki ment, ugye, kicsit puhán, szépen kiszámolt, és leállította az autót. De nem tudom már pontosan, hogy volt ez a sztori, ez is egy érdekes erőt ott most eszembe. Tehát, hogy nyilván adott esetben meg is menthet, tehát nem az, hogy megöl, de hogyha tulajdonképpen belegondolsz, magadat föláldozod a nagyobb jó érdekében végül is. Sokan szerintem az egy felelős döntés. Sokan tették ezt a világtörténelemben. Megint az lenne a kérdés, hogy miért nem a prevencióra építünk rá. Tehát az a miért nem állítjuk meg azt, hogy ez a helyzet előálljon. Jesse, bocsánat, de mire jó az önvezető autó, mit csinálsz, ha nem vezetsz? Ez egy folyamat. Tehát most azt mondom épp, hogy az önvezető autó szerintem csak úgy működhet totálisan, ha minden autó jelenne. Ahogy mondjuk az Én a robotban volt, vagy többiben, amikor van automata mód, tehát hogy ez egy folyamat, el kell jutnunk, tehát nem történhet olyan, hogy egyik nap másikra puff, mindenki automata, mert ezt végig kell vizsgálni, tehát ettől függetlenül kell. Igen, egyébként lehet, hogy a jövő ezt hozza, hogy olvasni fogsz, aludni fogsz, pihenni fogsz, bármit csinálhatsz. Ez egy folyamat, tehát hogy nyilván nem hirtelen ez lesz, hanem tényleg végig kell ezen a lépcsőn menni, meg kell vizsgálni, hogy reagál a szituációra. Ez nagyon hosszú folyamat lesz. Bármit csinálhatsz közben, olvashatsz, aludhatsz, pihenhetsz, családoddal töltheted az időt, stb. Csak utazol. Nézel kifele. Erről már beszéltünk, Hungarian People's Republic. Hungarian People's Republic. Kiejében, hogyha baleset. Persze ez már, hogy most ki a felelős, igen, erről. És aki szeret vezetni, az abban a világban sajnos nem fog vezetni, de akkor is vannak olyan helyek, ahol lehet majd szerintem. Odébb van ez még, what the fuck, nem hiszem, hogy megéljük. Ki tudja. Én nem hiszem. Én így gondolom, mert tömény nem biztos, hogy igaz. Mennyi év, hogy teljesen átálljunk? 50. Én ezt mondom most. Simán azt mondom most. 50, 40, teljesen 40 50. Mondják, de hát ezt nem lehet így kijelenteni. Én nem, te azt, hogy minden autó lesz, nem. Vicceljünk, nem. Én nem hiszem, 50 év. Én ezt tippelem. Ha nincs igazam, nincs igazam. Én nem hinném, hogy ez hirtelen. Egyébként momentán egyébként van erről egy adat. A technológiáknak a bekerülési ideje ma, amint ugye rendes ilyen használati technológia, az 25 év. A gyógyszeripar is 10, tehát hogy hozzáteszem. Viszont az ilyen, nem azt mondom, magas technológia, hanem az ilyen használati technológia, az viszont 25. És ez emiatt... Kivéve, esélyes. Ha nem tör ki a harmadik világháború. Így van, Benedikt. Akkor még több. Klau, nyugodj meg. Vagy még kevesebb. Ki tudja. Pontosan, igen. Tehát könnyen lehet, hogy pont azt fog előidézni a harmadik világháború, hogy olyan üzemanyag megoldásokat kell azonnal szállítanunk, ami egyszerűen a sokkal nagyobb mobilizálást tesz lehetőség. Persze. Jesse, persze, hogy nem tud elképzelni, mert ez egy, mint ahogy beszélgettünk, egy generációs különbség lesz, hogy van, aki abba fog már beleszokni, hogy így működik, te meg még abba az életbe vagy, hogy emberek vezetnek és figyelik az utat.
Ez egy más, teljesen más világ nyilván. Ja. 100 voltál már mi? Voltál már Indiában vagy a törököknél? 5 évet éltem Törökországban. Kazu, ismerem az ottani vezetési kultúrát. Ott például a dudász az azt jelenti, hogy jövök, nem azt, hogy gyere. Vannak különbségek. Jobb hajsz tudod ott. Plusz ott a sávok. Na jó, sokat vezetett ott apu, tehát hogy ismerem. De tök jó bele lehet jönni amúgy. Ott szocializálodsz. Nem hiszem, hogy 50 év elég lenne. Szerintem direkt fogják visszatartani ennek a fejlődését. Én Sziszi, ebben is van egy érdekes meglátás. Én is azt érzem, hogy egyébként a mesterséges visszatartás lesz nagyon sok mindennel. Ahogy most is megvannak a megfelelő receptek különböző bajokra, csak nem érdekel a gyógyszeriparnak, mert hát egy étszeleni adag a 100 000 forint, ami nem is oldja meg, csak hát tünetet. Nem beszélve a kemoterápiáról. Kemoterápia, stb. Csúnya-csúnya gonosz világban élünk. Betegen ahol... tartás, az gazdaságos. Az egy fontos dolog, igen. Ez egyébként egy rettenetes dolog egyébként a GDP-nek például. Tehát amikor azt mondják, hogy fú, az USA-nak a gyógyszeripar, amely csúcsoda nagy 120%-os áttörést ért el, az ugye egy emmi, ez ugye úgy értékelné, hogy fú, kurva önött a gazdaság. De amikor ott áll mögött egy ember, egyébként a mai napig a közgazdászok azokként most így értékelnek most a közgazdászok, hogy fú, mincs ez a fantasztikus nő a gazdaság, így az egészség így nőtt. Most viszont ez azt jelenti, hogy az emberek sokkal betegebbek, mint voltak. Hát a dohányiparnak se érdeke az, hogy megdögöljön a kedves beteg, illetve a dohányos, hanem hogy szívja minél tovább, tehát nyilván. Egyébként igen, Trakán is mondja érdekes Jesse-nek, hogy megbízol egy túlsúlyos emberben, aki bármikor szívrohamot kaphat, és befordul az egész busz a zárókba, de nem bízol meg egy gépben, aki a másodperc ezred része alatt képes olyan döntést hozni, hogy ne történjen baja senkinek. Ez is egy érdekes kérdés. Lássuk be. Pontosan, tehát eleve így programozzánk a vezetési automatont, hogy minden egyes közlekedési baleset konkrétan ne jöjjön létre. Tehát olyan, hogy a balesetnek a szava is eltűnjön az izénkből, a szókincsünkből, mert nem lesz. Bármilyen ez egy kicsit 1985 már, de az technológiailag oldódik meg alapvetően, hogy a szavaink úgymond meg sem. Nem 84. Nem lesz értelme. Eszembe jutott közben még egy rövidebb kérdés, hogy azok, akik például most vannak, vagy mondjuk 10 év múlva, 20 év múlva lesznek pályaválasztás előtt, és ugye a technológia gyorsul, és egyre több dolgot old meg helyettünk, akár a mesterséges intelligencia, vagy a gépek. Mi lehet az a használható tudás, tehát amit meg kell szerezni? Tehát gyakorlatilag el fognak tűnni a... ma szószoros értelembe vett oktatási intézmények abban a formájukban, amikben most jelen vannak? Tehát, inkább idő nélkül kérdezte, és a válasz egyértelműen igen. Jó, oké, rendben van, csak érted? Tehát mit lehetne mondani mondjuk valakinek, hogy mit tanuljál? Tehát, hogy mi az a hasznos tudás? Nem, hát te tudod, ez amiről beszéltünk múltkor, hogy elvárják a 16 évestől, meg a 18 évestől. Igen, azzal se értettünk egyet, mert ha jól emlékszem, mind a hárma hülyeségnek tartottuk, hogy 18 évesen talált ki, hogy mit akarsz dolgozni az elkövetkezendő 50 évben, hát eleve baromság. Nagyon nehéz. De most mi a kérdés, hogy mit hát kéne? Hát az, hogy mi az a tudás, amit érdemes megszereznie olyan szempontból, hogy például ne legyen mondjuk egy kialt szakmát. Mit tudom, lámpaoltogató, most mondtam valamit, érted? Bármit a kérdés az, hogy melyik szakma fog megszűnni, vagy melyik szakma az, amelyik... Én azt mondanám, hogy vízvezetékszerelés, betonozás, házépítés, és ezt most nem viccből mondom, mert ki fognak halni. Villanyszerelés. Na, mert nem tudunk. Asztalos. Szakács. Szakács, az nekem a család mindig azt mondta, az Uber bölcs mondatot, hogy fiam, éhes és göthös ember mindig lesz.
És götös ember. Tehát ő erre azt mondta, hogy legyél vagy masszőr, vagy szakács, vagy farmer. Ez a három, az ott neki a nekem három csúszszakma. Hogy éhes és götös ember üdvég lesz, és ennyit. Tehát ebbe izéltem. Fenntartó és fejlesztő, ezek lesznek szerintem a jövő szakmája, azt mondja a nekromanta. De érdekes, a fenntartó és a fejlesztő. Nem, kihagyta a harmadikat. Te sem olvastál kevés skifit szerintem. Kihagyta a harmadikat egyébként. Ez ilyen asszimovos. Kihagyta a harmadikat egyébként, ami a mi és a mi szüleinknek a hibája, úgymond, vagy nem is egy hibája, hanem a felelőtlenségéből keletkezik, a takarító. És itt nem a takarító nénjének gondolni, vagy ilyesmi, hanem például arra gondolok, hogy most az atomerőműveket, ugye azáltal, hogy bevasztok a földbe a sugárzó hulladékot, azt lényegében az unokáinkra sófoljuk rá, hogy majd ők megoldják. Na jó, de Trakán, nem így működik ez, hogy minek villanyszerelés van, négy falat egymás mellé rakjuk legószerűen, és összekapcsoljuk, és kész a kompletáz. Nem minden ház így épül, és az elkövetkező 50-100 évben azért az meg valahogy meg kéne szerelni azokat a dolgokat, könyörgöm. Akkor nem fogunk egyik évről a másikra átállni. Elektromérnöknek, akkor attól még az áramhoz való hozzáértés kelleni fog, egy Legóba is beleépíteni azt a kábelt, amiből összeépül a ház. Hú, basszus, az srác, nem ide vár. Igen. Mondjad csak. Hát semmi, csak hogy a továbbképzés ennek a dolognak, hogy nyilván nem a fúrni fogja a réseket, meg a műanyag csőbe húzni a kábelt, hanem ezt egy Legóba fogja majd beleépíteni. Tehát ugyan... Putkor volt nálam egy villanyszerelő, csak egy rövid sztori, bocs. Villanyszerelő volt nálunk, és hát ott hegesztett, ott nagyba ekecsölt, én meg mondtam neki, mondom, nem kéne lekapcsolni a kis megszakítót, legalább, vagy valami azt mondja, hogy tartsuk csak áram alatt, mert akkor jobban figyelek. Na jó, mindegy, és akkor így nézte be egyet, mondom, hát csináld, amit szerettél, hajrá barátom. Jó, nézd, a fázis szerúz, nem kell ide fázis szerúz, az Olika megtalálja, majd ne aggódjál. Azt mondja, és akkor már ki is egészítette annyival, hogy ez, nem először csapna meg az áram. Ja, mondom, jó van, oké, nem tudtam már meg, hogy kit hívtam. Az nem feltétlenül baj kvázi, amikor ilyen kis kábel, de amikor a házban ezt a kurva vastagot szerelik, akkor ott nincs ilyen játék, mert az nem téved. Az ott nem az. Az végleges. Igen, ampervadász volt ez a regen, egyetlen. Fogásról felismeri, melyik a fázis, persze. Nyelvében nézi. Hát igen. Srácok, szerintem zárjuk, mert lenne még időben. Mucsi persze, a villanyszerelése. Ez az. Igen. Úgyhogy srácok... Én inkább erre a három szakmára mondanám azt, hogy már pedig ez lesz várnak a jövő szakmája. A takarítók lényegében azt a szart, amit most mi itt hagyunk magunk után, a végtelen mennyiségű műanyagtól kezdve az összes kidobott fos, ami... De hogyha a komplett emberiség szarni fog erre, és azt mondja, hogy nem érdekel minket, és elodázzuk, mint az Idiocracy-ben. Bele fogunk halni. Bele fogunk halni, tanár úr. Na most viszont ezt a gyerekeim... Ezt én értem. De mi van lesz szarják ezt? Most olyan gyerekek születnek már, tanár úr, akik azt szokták mondani erre, hogy bazd meg. Ott írja Ádám, igen. Nem azt fogja mondani, hogy bazd meg, és elmenj Instagramra ő is, és követi a mi hibánkat, hanem azt fogja mondani, hogy bazd meg, és ezt abba fogod hagyni, mert az én jövőmmel, az én gyerekem jövőjével fogsz játszani. De ez megint oda vezet, hogy egymást kezdjük el kaszabolni. Lesz, aki azt mondja, hogy bazd meg, a másik meg azt mondja, hogy nem fogom, és akkor megy a háború. Kaszabolni. Olyan gyerekek jönnek, hogy csak én csak nézek. Hogy nem követik el a mi hibáinkat. Már így. Legyen így. Már néhány gyerek így születik le, hogy megrémülök tőlük, hogy már hogy nem követnek el olyan hibákat, amiket mi annó gyerekként beszartunk és elkövették. Tehát nem, csak azért nem fogja megverni a másikat, mert miért ne? Meg ilyenek. Mi annak idején ennek ezt rövőben megcsináltunk. Hogy no, most is megcsinálják. Hagyjuk már ezt. Most komolyan a izé. Nem. Itt a kérdés az, hogy mi képesek vagyunk egy olyan iskolarendszert működtetni tovább, aki ezeket bekonvertálja ezekbe a izékbe. Nem most jelenleg ez zajlik. És ez a mi generációknak egyébként a legnagyobb dilemmája, hogy ezt hagyjuk-e még tovább így, és hogy ha igen, akkor mi is egy olyan rendszernek leszünk a kubuszott kollaboránsai, ami a mi pusztulásunkért és a föld pusztulásáért, az utódaink, a mindenkinek a pusztulásáért lesz a felelős. Látom, nem ússzuk meg az oktatás témát. Most persze, hogy egyszer beszélünk az róla. Hogyha azt mondod, hogy erre szalsz rá, vagy mindenki szalik rá, és azt mondjuk, hogy oké, erről ne beszélgessünk, mert a legnagyobb, legfontosabb most, a legelső dolog az, hogy erről kurvára nyílt szintén. Én nem mondtam, hogy ne beszéljünk róla, csak a mai témánk a mesterséges intelligencia volt. Hát, hogy csak ennyi, csak Adamen írt, hogy asztalosként dolgozik Kelet-Magyarországon, de már hiány szakma. Mi lesz vele 10-20 év múlva?
hát rengeteg középiskolás semmit tudó. Olyan ember palánták, akik még a szüleiknél dekkolnak, mert úgy jó. Igen, ez, amit most beszélgettünk el, hogy van ilyen is, igen, és tényleg a szakmák tűnnek el. De ez, szerintem beszélni fogunk az oktatásról, mert egyszerűen olyan téma, amiről nyilván releváns is tanár úr által, én édesanyám is tanár, testvérem is tanár volt, tehát lehet róla beszélgetni. Igen, csak ugye megint csodát nem tudunk tenni, hogy mit tudsz tenni ellene. Hát ez az Adamen, hogy mit tudsz tenni ellene. Hát, nem ellene kell tenni, ha el kell kezdeni róla, kibaszott gyorsan diskurálni. Itt mindig, én mindig szoktam mondani ezt Rényem során, amikor mindig ez a kérdés feljön, amikor felvázolok egy problémát, és nem tudom rá a megoldást, de mindig az én megoldásom az első lépés. El kell róla kezdeni beszélni, és abban például, hogy beszélünk róla, és eljut az 50% az 50% plusz egyre, tehát az 50% plusz egy főre, onnantól kezdve a probléma közt... De beszéljünk róla, én nem mondtam, hogy ne beszéljünk róla, te is tudod, elmondtuk. Igen, nem, az most fölmerült ez a kérdés, hogy mit lehet most tenni, most fölvázolom ezt, hogy ez az első lépés. Az első lépés, hogy a következő heti adásban az oktatásról beszélünk akkor. Én vállalom, menjél. Mit szóltok? Vállalom én is. De nem félsz tőlem, mi? Nem félek tőle, rengeteg pozitív ellenpéldát is tudok mondani. Nyilván nem fogunk olyan témákat érinteni, amiket megbeszéltünk, mert nem fogunk politika, meg stb. Ezekre nem fogunk foglalkozni, de igenis jó róla beszélni. Beszéljünk. Pont nem ez, az nem baj. Itt a kérdés mindig az, hogy mikor üti át a közfalat, és az ez az 50% plusz egy, most az, hogy 8-10-ből 8 lesz, szarja. Itt áll, így amikor emlékszem annak idején, amikor Puzsérét adottak róla egy rádióműsort, hogy kinek milyen iskolai traumája van, mindenkinek volt. Mindenkinek volt, persze. Nekem is, és persze. Neked is az volt, neked is, Gigi, meg neked is volt. Mindenki. Ez viszont egy olyan közös téma alap, ami utána a 10 emberből 8-ból rögtön hirtelen csak 10 emberből 2 lesz. De amúgy Krisznek van igaza, hogy mindenre megoldás lehet a kommunikáció, ez mindenre igaz. Csak keves, még persze, a családok ezért esnek szét, kapcsolatok is, a gyerekkel is azért nincs meg a kontakt, mert nem kommunikálnak. Ez ide is igaz, ez mindenre ráhúzható, és mindenre közhelyesen, de közhely már igaz. Tehát, hogy... Igen. Az ijeszt meg a legjobban a tanításban, amikor nem rossz indulatból, mi javítjuk ki a tanárt, és igazunk van, és hiányzik az, hogy tanulni tudjunk olyat, ami érdekel is. Csokmusz, igen. Igen. Itt. Jó, srácok. Nem kell a jövő heti témán gondolkodni? Nem. Wolf. Oktatásról fogunk beszélni, jó? Megpróbálunk róla kulturált formában, érdekesen. Tudjuk a problémákat, de beszéljünk róla. Jó. Beszéljünk róla. Érdekes téma lesz szerintem jövő héten is. Tanár úr készül zászlóval, táblával, kivonulunk, és amikor megkérdeznek minket, hogy miért jöttek, akkor mondjuk, hogy azért, hogy tárgyaljunk és kommunikálunk. És amikor megkérdezik, hogy tárgyalnak? Tárgyalunk. Nem! Nem! Még fő a csirkepörkört. Nem! Tárgyalni jöttek, és tárgyalnak? Nem! Köszönöm, srácok. Tanár úr, Gige. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vagytok. Még most is 220-an. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. És jövő hét kedden ugyanitt így 9-kor, 9-től. Folytatjuk, ahol abba hagytuk, így van, körülbelül. És lent megtaláltok mindenféle hasznos információt, YouTube csatornától, Twitter csatintól elkezdve, minden van, srácok, minden, rengeteg, és természetesen ezt az adást is föl fogjuk pattintani a YouTube-ra hamarosan. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, vigyázzatok magatokra, álmodjatok székeket, meg mindent, ami a modern háztartás alappillére, szevasztok, jó éjszakát, hello! Jó éjszakát! Ne féljetek az automatikától, nem ellenünk van. Ciao. Az ellen van, amit próbálunk mesterségesen életben tartani. Jó éjszakát! Szevasztok! Hello.